uraim! Ez itt a Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 13 perce, annyira jó érzés, hogy így vártok. Sziasztok! Már minket. Hello! Nagyon! Hello! Tényleg, már az ember azt érzi, hogy szeretünk. Már szinte? Nem, szinte. Hát azt még nem, de már szinte. Az, ahol vettok rohadékok SMS-ből? Az, igen. Az. Nem, hogy mi van már 6 óra 11 van, miért nem kezdtek, várunk már, mi már fenn vagyunk, toljátok a szót, úgy Műrci például. Tényleg tök jól esik. Tök jól esik. Meg egy jó Bon Jovi, nem? Hát az jó igen. Is volt. Az komolyan. Azért az úgy feldobja az embert. Na mi újság van? Megjött a hidegfront, érzitek? Hát, egy picit igen. Tegnap nagyon cudar volt este. Most már jön. Hát egyébként ezzel nem csodálkozunk, mert ugye mégiscsak november van, vagy november lesz már mindjárt, úgyhogy hát most már itt volt az ideje. Na jó, ez nem igaz, de azért nem csodálkozok rajta, hogy egy picit már. Most már ilyen fűtési szezonnak már valami kis szezonja is lesz, vagy valami indokoltsága is lesz. Te kellett úgyhogy fűteni tegnap este? Mi már egy hónapja fűtünk. Mi is fűtünk. Ne szórakozzatok kell. Már. Nekem a lakás, vagy a ház az leül ilyen 19-re. Hát éjszaka ilyen 8-10 fokok vannak. Tudod, éjszaka azért az nagyon lehűl. 19-ben a legjobb aludni, azt mondják. Én mondjuk képtelen vagyok, de azt mondják, én hogy nagyon bírnám. Hát ti az ilyen 3-ban laktok. Ja, tényleg. Volt kreatív meeting tegnap, vagy mi? 18-ban lakunk, de azért már fázunk. Már nem olyan. Szóval igen, én aludnék egyébként 20-ban, de Viki olyannyira nem bírja, hogy muszáj 24 fokot csinálni. Beni is ezt örökölte, 19-ben fent van. Nem lehet, hogy a Viki letekeri, hogy oda bújjál hozzá? Olyan hideg van, Balázs. Akkor befűtünk. Nem érted, bújj ide, 24 fokba alszunk. Szerinted mennyire van melegem? Az beteg. 24 fokba. 24-be. És akkor nappal meg 26 van? Vagy ilyen nem, nappal van hidegem. Aha. 24 fokát, akkor hozzátok megyünk nyaralni. Figyelj. Én nem fizetek be sehova. Felrakok az egyik falra egy ilyen tájképet. Jó posztert. Posztert engedre leraktuk elő két napágyat, ott megvagytok. Nem kell, hogy bemenjünk. A csajok fázósabbak. A falhoz kapodunk kívülről, nekünk már az is elég. Igen, a csajok fázósabbak. De Benni is egyébként, ha gyerekkorában is, gyerek, most már felnőtt lenne. Most vagy lassan. De voltunk valahol, egy szállodában, vagy valaki rokon, vagy valahol nem volt fűtés, 19-20 volt a szobában, nem tudott aludni. Hiába takartuk be, egész éjszaka fönn volt. Tehát ezt örököltem a Vikitől. Na mindegy. Nálunk is egyébként a lányok a fázósak. Én nem annyira. Én el vagyok. Hát egy ilyen magamra. Persze. Legfeljebb kicsit szorosabbra húzom a... Ilyenkor lecseréled a hálózsák? Nem. Tehát nincs téli nyári? Nem, hát csak szét van nyitva. Ja, az a nyári. Nincs téli nyári hálózsák. Érted? A külső a téli, a belső a nyári. Na mert van olyan hálózsák, amivel tudsz kinn aludni a pusztában. A legnagyobb buli. A legnagyobb buli. Ha? Szeretnék én egy ilyen imádom. Túrát. Nagyon. Én is úgy vágyom rám. Ugye? De úgy, hogy nincs is sátor semmi. Leterített szépen a szűz hóra a hálózsákodat. Belebújsz is neked jó állítólag. Figyelj, ha nem facsarná az orrámat kint a Denének a piszkának az átható illata. Érte? Én komolyan mondom, kint aludnék. Hát a hosszú távú tervény között szerepel egy ilyen falatnyi kis zöld gyep a ház mögött, úgyhogy én biztos, hogy fogok kint aludni. Jó, de nem télen. Azt én is terveztem, hogy jövőre a gyermekkel kinnalszom. De mondjuk nyáron, a csillagos ég alatt, egy kis sátorral, egy kis elemlámpával kiviszünk némi kis elemúzsiát, aztán ott bóckodunk. A nagy Vinetú és a kis csingacsguk. Igen, a kis igen. Tanítom nyomolvasásra, meg nem tudom. Télen kiheveredjek, és akkor feküdjek, hát nekem ebben nem sokan. Meg vagy, bekented? Nem. Jó, addig becsukom a szemem. Nem, most komolyan fázok. Egy SMS-t írt egyik kedves ismerősöm egy e-mailt, és mindenképpen válaszolni akartam rá, és itt a kereszthúzatba bent a metróba tettem meg mindezt, és emiatt egy kicsit szétfagytam. De az, hát, csodálkozzunk. Hát, november van, minden szentek mindjárt. Nincs hát. még október van. Jó? Ja, jó. Pénteken. Figyeljetek, nagyon durván itt lesz a karácsony nyakunkon perceken belül. Hát ezen ne csodálkozzunk. Ne mondd, ne szorongani kezdnek. Karácsony! Ne, szorongok. Kari, szilveszter. Hát azt meg már nem is tudom milyen. Mióta gyerek megvan, nem voltam normális szilveszteri buliban. Majd most belehúztuk. De jó volt otthon ülni, nem volt jó. Karácsonykor? Nem, szilveszterkor. Nem. Jó, nem volt jó, már látom hülyék. Nem is tudom, hol voltam. De otthon, mindig otthon vagyunk. Megnéztük a tűzjátékot. Hívjatok át magatokhoz valakit, vagy az, de minek, mi? Persze, ne jöjjön. Zsibbatnak ott nálam, nem tudod őket kitenni.
Indulós kávé. Indulós kávé, igen. Négy barátom nagyapja 10-kor lehozta az ágynemit, elkezdett megágyazni. Érezték a vendégek, hogy menni kell, érted? Tehát nincs ezzel majd. Hallod? Nem otthon vagytok, vagy hazavittetek minket? Nem, voltak tavaly is nálunk, én 10 körül elmentek, én nagyon lájtos volt, de nem hiányzik már ez a szilveszteri buli valahogy. Én imádom. Igen? Mi mindig elmegyünk valahova, 3-4 család van, akik így összejárnak, bédelünk valami építményt, amit aztán később föl kell újítani. Ez tök jó. Már hogyha mi elvonultunk. Én nagyon rákaptam most az ízére. Tegnap láttam egy nagyon jó kis videót, amiből kiderült, hogy akár egy sluk is nagyon komoly problémákat okozhat. Ezt megnéztek ott a családnak is megmutattam. Hát ilyen prevencióról van szó egyébként, nyilván tök olcsón. Valaki, azt hiszem, talán az ORFK csinált egy ilyen kis filmecskét, ami arról szól, hogy fiatalok megbeszélik, hogy délután nincsenek otthon az ősök, akkor csinálnak egy ilyen kis bulit, és hát figyeljetek a szomszédok hagyományait, a legtisztább, a legrégebbi, a legpatinásabb hagyományokat felelelente. Csináltak egy olyan filmet, hogy atya úristen, de jó? Fél nem hiszitek el. Tehát, hogy ahhoz képest a 80-as évek elején a dohányod a füstben csak elég, nem előtte félsz, még hogy égsz. Igen, aha. Előtte még szó égsz. Kampány az ahhoz szeretem. Képest az maga volt az Avatar. Tehát, hogy körülbelül, ugye, ahogy összehasonlítanál a Pierce kapitány kalandjait, meg az Avatar, na ez a kettő. És a dohányzás ellen? Hát figyelj, Feri, hogyha nem láttad, mindenképpen nézd meg, mert okolni fogsz belőle. Tehát, hogy rögtön el fogod félteni. Elkezded félteni majd annyira a gyerekeket, hogy valami hihetetlen. Hát csak, hogy hadd mondjam el, hogy a legnagyobb látványelem a végén az volt, hogy lentről fölfele megmutattak egy mentőautót, aminek villogtak a jelzők. Nagyon veszélyes. Nem hiszed el, hogy hogy van lefordítva? De tényleg nem. És akkor a filmnek a végén ott van, hogy mennyit költöttek egyébként így erre a prevencióra. Aha. Így ámblok nem csak erre a kis filmre, de azért csak kicsengetek érte, hogy 120 millát. De a filmért? Hallod, de én nem tudom, hogy ki csinálta meg. Biztos kevés volt rá a pénz, azért lett ilyen. Másonnan, vagy máshova kellett. Hát előfordul, hogy még azokban is tudnak rakni azok a dolgokba is kreativitást, amire nincsen sok pénz, de hát... Kínos beszélgetések vannak benne? Csak az van. Csak az van? Csak az van benne, de tényleg nem szeretem. Hogy nem tudsz megszólalni, hogy mégsem mondja nagyon rosszat. Meg fogod nézni. Meg fogod nézni, és utána nagyon elkezdesz majd aggódni. És a gyereke egészségéért mi? És leginkább azt fog foglalkoztatni, hogy miért vagy itt, amikor máshol is kereshetnél könnyebben. Nagyon sokat. Pedig a rendőrség most dolgozik, tegnap mentem Ceglédre, meg jöttem vissza. Belefutottál este felé. A lavinába. Nem futottam bele, mert tudtam, hogy lavina van, és akkor itt már működik egyébként a dolog, mondjuk... Már nem szoktam én sem gyorsan menni, de most különösen odafigyeltem rá, hogy a 4-es számú főúton mész, ott van egy csomó hely, ahol ilyen 60-as, meg 30-as tábla van. Hát és azt azért nem mindig tartod így észbe, hogy most ott egy kicsit így visszavesznek belőle. Nagyon figyeltem tegnap, és ott voltak, kérlek szépen, egymás után szépen sorban a rendőr. Hány kilométeren belül, vagy hogy? Hát nem is néztem, ilyen 10-valamennyin belül volt. Azt kilométer? Szépen, igen, 10-valamennyi, tehát volt mondjuk a nullát számolsz, akkor arra 12 talán, és onnantól kezdve még volt egy, az meg talán 8-ra. Körülbelül így voltak. Tehát 10 percen egyébként belül voltam, ha arra akarsz rákérdezni, mert ugye tegnap te észrevetted azt, hogy a jogszabály az úgy szól, hogyha 10 percen belül még egyszer megbüntetnek, akkor az a büntetés az nem úgy érvényes, ahogy mi azt gondoljuk. Érdemes ennek utána nézni, így van. Ha valaki 10 percen belül kétszer megbüntetnek, akkor a közúti közlekedésről szóló szabálysértések büntető nem tudom mi alapján. Aha. Igen, vannak kritériumok. Ja, úgyhogy nem tudom. Vagy például, ha kétszer megbüntetnek, akkor egyszer kapsz egy 30-at és egy 45-öt, akkor a kisebbet kell befizetned, és a kettő közötti különbséget csak a másodikból. Tehát ott már csak 15-öt. Aha. Ezeket jó tudni. Jó, úgyhogy ezek nézzetek utána, nagyon rendes voltam, de hát tényleg odafigyeltem, úgyhogy az ilyen jellegű megelőzés az megvan a dologban, hogyha valaki így hallgatja a híreket, hogy egyébként ott van egy 30-as tábla például, hát ott azért 40-nel 50-nel szerintem mindenki megy, aki betartja annak innen is tiszteletem, mert egyébként a környéken semmi nincs, érted? De még az se, hogy egy megvadult rackajuk átmegy előtted, és akkor véletlenül, tehát hogy azért van a 30-as tábla, az sincs, de most betartottam, és akkor így szépen megúsztom a dolgot, de tényleg működik a lavina, és vigyáznak ránk. Szedik a pénzt. Szedik a pénzt, igen. Most akármelyik. Vigyáznak ránk, én amellett teszem le a voksom. Igen, legyünk már rendesek velük. A kisfilmhez hozzátartozik, amiről beszéltem, egészen pontosan fogalmazzak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya Aha. készítette ezt a kisfilmet, amiből egyébként még lesz.
mert összesen 15 darab ilyen kisfilmnek az elkészítését vállalták itt az internetes portál szerint, ami fenn vagyok, és hát nagyon szórakoztató, én mindenképpen támogatom. Mert egy kicsit azt látom, hogy egy új Szabó család, egy új szomszédok lehet belőle. Lehet, hogy a retro feelinggel akarnak hatni, nem? Hogy hát azt... csak azt tudja, aki látta, na az a baj, hogy addig nem is nem tudsz, baj, mit megnézem. Meg fogjátok talán az internetes portálok, nézzétek meg, tanulságos. Na, ezt a Costa Concordiát akartam mondani. Hallgattam itt reggel a híreket. A lánytól, aki mondta. És... hogy esetleg Karolinára gondol? Ja nem. Oké, jó, megvan. Mire gondol? Hát semmi, ő nagyon jó anyagokat szokott készíteni, én is szoktam őket hallani. Nem tudom, ki készített, ezt csak viccben mondtam egyébként. Nem hiszem, ezt a Karolina mondta egyébként. Ez Karolina volt? Igen. De hogy, tehát hogy a főpincér, hogy megy ez, érted? Tehát több ezeren utaznak egy hajón, de hogy azért ez a kapitány, meg ez a főpincér, ez mekkora játékos volt? Főpincérnek születésnapja volt. És a főpincér arról, aki szigetről származott, az a Giglio, vagy nem tudom pontosan, ami mellett éppként elmentek. És felszólt a kapitánynak, hogy tesó, húzódjunk már közelebb a parthoz kicsit, hagyj integessek már ott a üdvéjéknek. Kapitány mondta, hogy tesó, miért kérsz ezt? Nem, mert szülinapom van. Szülinapod van, tesó? Hát, akkor bemegyünk a sziget közepén. Miért nem ezzel kezdted? Összott a főpincér születésnapja van, és a kapitány mondta, hogy jó, hát akkor kicsit megörvendeztetjük a főpincért, és közel húzódott a parthoz. És hát aztán tudjuk a végkimenet, érted? Tehát, hogy te éveket szenteltél arra, hogy egy ilyen komoly státuszba jussál, mint egy ilyen hajó kapitánya. Ott azért az már felelősség, rang, tanulás, iskola, évek, pénz, minden. És azt mondja neked valami félkegyelmű, hogy Amici, menjünk már kicsit közelebb a parthoz, mert születésnapom van, jó? És bekormányozza a hajót, és felteszi, kikapcsolt szonárral, mindennel, ugye ezek már előre is mutatják, hogy milyen mélység van, nem csak ami alattad van, mint a kis géphajóknál. Mi ez a sípoló hang? Nyomjátok már, kizd meg! És nem hallok semmit. Hogy tudjon az integetni. Mert hogy ott álltak kint a rokonok, és azok látták volna, hogy nézd már, milyen közel jön az a ott nagy hajó. Luigi. De ott a Luigi. Hát ott a Luigi. Húzd már meg a dudát. Isten éltetse sokáig! Nem hallja, menjünk közel. Hogy ez körülbelül olyan, mint egy repülőgép kapitány, ha azt mondaná, hogy figyelj, nem tudom, ereszkedj már le 600-ra, mert itt laknak Csepelen anyám, még kicsit mozgass már meg a gépet, érted? Locsolj már házukra egy kis kerozint, vagy gyújtsunk már örömtüzeket, vagy nyisd már ki az ajtót, kidobok valamit, hát ha pont beesik az ajtón. Hogy és befizetsz egy hajóútra, és mint a két hülye miatt, érted? Meg a 30 ember azért, mert azt mondja, hát figyelj, hát a főpincének szülinapja van, akkor közel kell menni. Hogy ez így hogy? De azt gondolná az ember, nem? Hogy az ilyen típusú emberek, akik ilyen titulusban vannak, azok komoly, érett döntéshozók, akik vállalják a felelősséget több ezer emberért. De hát akkor menjünk ki a partra, kicsit nézelődjünk. Óriási. Születésnapja volt, érd már meg. Igen. De akkor most hát, még mi kell? Ja, hát most egyszer van születésnapja egy évben az embernek. Nem. Szóval, hogy így az eszem megállt, ezt így hallgattam. Tudtam a sztorit, hogy valami ilyesmi volt, hogy közelebb mentek integetni, tehát ezt én ismertem, csak ezt most így még egyszer reggel meghallgatva, ezt gondold el, eszed ott a kis kaviáros szendvicsedet, meg a kis lazacodat, ezt csak azt érzed, hogy ez a hajó ez így elkezd oldalra dőlni, nem? Volt egy kis csattanás. Volt egy kis csattanás, kicsit dőlsz oldalra, aztán jön be a víz. Konkrétan mondjuk a gyerek normálisan alszik a kabinban, valahol 4 emelettel lejjebb. Bizony. Elkezdenek mentőmellét osztani, találj le, ébreszt föl, szedd ki, vidd föl az eligazításra. Mert egy hülye integetni akart. Hát egy döbbenet. Idióták. Elképesztő. De most komolyan. Szerintem még simán az is benne van, hogy előtte főhívta a Family-t, hogy gyertek ki a... Biztos, hogy ez volt. Persze, gyertek ki. Közelebb megyünk. Tudod, hát egy ilyen kis szigeten, egy ilyen nagyon nagy kivilágított hajó, biztos, hogy baromi látványosan nézett ki. A család mit szólt, amikor a hajót megállt? Nézd már, milyen jó arcok, le is orgonyoztak. Aztán közben nem, ott meg már az átonyra futott a hajót, fölvágta az olyan jobb oldalát, vagy a bal oldalát. Ez kemény, nem? Nem gondolnád? Borzasztó, de hogy tényleg, tehát ez így megy. Főnök, úgyis itt gyakorlatozunk arckocsikkal, ugorjunk már be a falumba. Érted, anyám nokedlik csinál. Hát körülbelül ez, hogy így, hogy erre egy ilyen beosztásra be azt mondja, hogy hogy mennéd normális, hogy integessék, küldje levelet, itt van az hajón 3000 ember, ráadásul nem tudom, itt ilyen zátonyos szakasz van, de hogy megyek.
Hát persze, hogy gondolod? Hát hogy gondolod? Bekormányzol egy ilyen hajót. Egy kis hajóval nem mész ilyen közel. Neki soha többet semmilyen szint, de hogy egy sajkába, egy deregébe, egy csónakba, egy vízibiciklire nem szabadna felszállnia, és soha hát semmilyen hatalmat. Igen. Hát... Én nem tudom, hogy van az, hogy a többiek nem hibások. Hát persze, a kapitány, gondolom, valamit mond, azt végre kell hajtani. Gyerekes lehet egy hierarchia, nem? Hogy ja, ilyenkor tudod, van jogot például fölülbírálni? Te tudod, hogy hülyeséget csinálsz, hogy még nincs bekapcsolva a szonár, vagy ismered azt a részt, tudod, hogy zátonyos, vagy mit tudom én. Vagy amit a kapitány mond, azt az első 10 másod, azt nem kérdőjelezheted meg. Tehát azt mondja, hogy menj arra, akkor neked arra kell menni. Nem? De nem meg se tudod kérdőjelezni. Mi a hierarchia? Aha. Vagy mondjuk részeg a kapitány, és kiad valami parancsot, nem tudom. Ezt megkérdőjelezheted egy ilyen hajó? Hogy van ez? Tök izgi, nem? Hát biztos, hogyha, de lehet, hogy ők se látták, hogy nem volt tényleg szonár, ami csipok, hogy figyelj. Még régen, állni. Amikor az ügy történt, azt hallottam, igen, hogy ráadásul a szonár is ki volt kapcsolva, mert ugye az előre is jelez. Hát persze. Tehát ez nem csak alattad mutatja a mélységet, hanem az előre is nézi, és a visszavert, mint a sugarakból mondja, hogy milyen mély a víz előtted, mint 50 méterre, vagy 100 méterre. Hát meg most már azért nem térképeket hajtogatnak kifelé ezeken a nagy tengerjáró hajókon, hanem nyilván van egy központi számítógép, az összes veszélyes pont nyilván ebben jelezve van. Az is valószínűleg jelezve van, hogy mennyire mehetnek a part közelébe, tehát hogy azért itt biztos vagyok benne, hogy nem csak egyetlen olyan biztonsági berendezés volt, vagy van egy ilyen óceánjáron, ami azt jelezné, hogy ebből esetleg baj lehet. Biztos vagyok benne, hogy több van. Tehát, hogy ilyen nincsen. Meg eleve egyébként az fura, hogy kikapcsolható a szonár. Hát, mert ha kint vagy a nyílt óceánon, minek pittyegjen? Hát de az csak akkor hitték, amikor olyan közel vagy már mondjuk a tengerfenékhez, ami esetleg veszélyes, vagy pedig valamilyen zátonyhoz. Tehát amikor kim vagy nyílt tengeren, akkor a szonár az nem jelez. Hát de furfangos Giuseppe megoldotta, hogy legyenek kapcsolatot. Igen, tehát amíg van alattak, van alattunk, hogy 900 méteres mélység, akkor jobb lesz vigyázni. Tehát ilyenkor a szonár valószínűleg nem jelez. Akkor jelez, amikor probléma van. Aha. Vagy lehet. Na mindegy, semmi érdekes. Jó, van játék, ami a helyzet. Egy-egy. Igen. Egy-egy az állás. Hú, tegnap tudom, szörnyű volt, az nem volt erős. Nem, ne, hát azért ne ostorozz magad, ahogy szoktuk mondani, nem voltál jó. Nem. Jó, így, de ma azt mondtad, hogy ma megcsinálom. Helyrehozom baklövésem. Jó, legyen. Olyat, igen. Amikor már azt gondoljátok, hogy nincs rosszabb ennél, akkor olyat teszek, amivel jóvá teszem baklövésem. De most bosszút állok, jó? A tegnapi vereségem bosszúért kiállt. muszáj megtenni. Érezzük, hogy vértittem, úgyhogy játszani akarok. Na, lehet jelentkezni játékra, egész nyugodtan, jó, mi pedig jövünk a hírek után, fél hét múlt, pontosan egy perccel. Ez itt a Morning Show. 9 perc, pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Valaki csak itt Balázs fejét akarom, most. Ennyi, zseniális. Vigyed. Most, sok felkiáltó jele. Jött én is, szia, szeretlek. Olyan helyes SMS-ek vannak. Nem, de ezt kinek küldte? Az mindegy, nem? Csak arra. Hát mégis tényleg ne firtassak hátra nekünk. Igen, nézd már, Luigi, miért jelez a szonár át? Lehet elromlott, kapcsolt ki a fenébe. Írja valaki. Ugye ez történt, szegények, igen, konkrétan. Na jó, oké, hát akkor megnézzük, jó? Hogy ki az, aki nagyon elszánt, ki az, aki játszani szeretne. Már is itt van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Halló! Jó reggelt! Gábor vagyok, Komáromból. A nevetést megértem, aztán Pista bácsi megint. Jézus Isten. Hello Gábor, Komáromból hívsz minket? Most jelen pillanatban Pesten vagyok, igen. Pesten dolgozol itt, vagy mit csinálsz? De igen, készülök át Dunakeszire. Mint? Micsoda, vagy mit csinálsz? Mint mozdonyokat szerelünk iparvasutakon. Az egy könnyű kis szakma, a mozdonyszerelés. Ugye, tehát ott a legkisebb alkatrész is 40 kiló. Nem? Hát de nem egészen, vannak kisebb alkatrészek is, de vannak nagyon-nagyon súlyos alkatrészek is. Mi a legkisebb alkatrész egy mozdonyban? Hát egy 4-es csavar is van, például a műszerfalt. Jó, hát most a műszerfalt, ami fölfogja, jó. Hát. Egy alátét. Így van. És mi a legnehezebb, vagy legnagyobb? Hajtómű, motor. Aha. Azért ilyen. Ott tonnákról beszélgetünk, gondolom. Hát több tonnáról beszélgetünk, így van.
Srácok, még a legkisebb motornál. Atya Isten, igen, Béla, ma te veszed ki a motort, jó? Oké, kösz. Addig mi iszunk egy kávét. Oké, köszi. Igen, ez szép. Na jó van, és kivel szeretné játszani? Szigorúan Balázsra. Te dobtad föl magad. Igen. Te mondtad már tegnap, mondtad, itt hogy van. Ma revansot. Oda veteted a testedet prédaként. Na meglátjuk. Igen, most muszáj bizonyítanom, mert tegnap ez a két másodperc a szörnyű, szörnyű. Csorba esett. Méltatlan volt hozzá. Az méltatlan volt, igen. Oké, Gábor, mehetünk? Mehetünk. Na menjünk, Jani. 3, 2, 1, fire. Na, figyelek. Szeretnék kérdezni? Kérdezek én? Így kérdezeltem? Van. Én szeretnék. Szeretnél? Így van. Na. Hallom kedved a téli sportokat. Tessék? Hallom kedved a téli sportokat. A téli sportokat? Így van. Szeretem, szeretek síelni. Tavaly, ha jól emlékszem, el is veszítetted a kulcsodat. Mit veszítettem el? Kulcsodat, autókulcsodat. Volt ilyen, tavaly. Valóban elhagytam. Sieltem, elestem, és kiesett a zsebemből. Te szoktál? És meglett? Tessék? Meglett? Meg, persze. Meglett. Én így van, én is szeretem a téli sportokat. Te is sielsz egyébként? Nem, nem. Ez az! A saját csapdámba estem bele. Nagyon úgy mentél, mint a gőzhengeren. Úristen, nem javult a teljesítményem tegnap óta. Nem tudok kinyögni semmit. Ahogy az ökölvívásban szokták mondani, kerestétek az ütéstávot, vagy elég rendesen itt az elején. Úgy van. Nem, már mondom a következő kérdést. Úgy van. Igen, ez nagyon kemény volt. Jaj, Isten. Köszönöm a játékot. Hát ezt most elbuktam. A komáromi bika nekifeszült a harmadik kerület ászának. Összecsaptatok. Gábor, sajnálom. Visszavágóra szigorúan jelentkezem. Tessék? Visszavágóra szigorúan jelentkezem. Jó, valamikor játszunk egyet, jó? Jó. További szép napot. Gábor, köszi. Sziasztok. Én köszönöm, sziasztok. Ciao, hello. Akkor így most? 2-1. 2-1 ide. Jól van, na. És holnap van a hét utolsó munkanapja. Ajjaj, apu, akkor ez már nagyon kellett, hogy legyen hát még esélyünk, igen. Jól érzed. De majd holnap. Mondjuk, de veszíteni nem tudjuk a hetet. Max 2-2 lehet. Azért ez egy jó hír, nem? Mert most 2-1, ha holnap hallgató behúzza 2-2, az döntetlen. Azt senki nem róhatja ránk, hogy elveszítettük. Én már játszottam. Jó, hát akkor nyerd meg, és akkor... Holnap rajtad a teher. Ki nem játszott még? Anna. Holnap rajtad a teher. Jó, megcsináljuk. Vagy nem. Hogy álltunk a múlt héten? Hoztuk? Aha, 3-2. Hoztuk. Igen? Hoztuk szűken, de hoztuk. Ja nem, Hoztuk. Hoztuk? 4 napos volt a hét, csak mondom. Ja igen, hoztuk. Hoztátok. Tehát akkor jó vagyunk. Jó. Na. Egy felmérés szerint fele annyian járnak fogorvoshoz Magyarországon, mint egy évtizede. Azt gondolná az ember, hogy ugye egyre többen, ahogy haladunk a modern világban, egyre többen bennek érzi fontosnak azt, hogy elmenjen fogorvoshoz. De nem. Fele annyian járnak fogorvoshoz, mint egy évtizeden. Vagyis az embereknek nincs lehetőségük, pénzük, vagy igényük arra, hogy megcsináltassák a fogaikat. Fele annyi ember megy már csak el fogorvoshoz. Nincs már STK fogászat? Hogy ne volna? Van STK fogászat, hát de hogy nem. Van. Kell fizetni. Igen. Hát. Igen. És átlagosan minden tizedik embert pánikszerű félelem fog el a fogorvosi vizsgálat és a kezelések gondolatától, és addig húzzák, halasztják a dolgot, ameddig csak lehetséges. Mert kísért a múlt. Tehát megvárják a végső fájdalmat, amikor már szinte húzni kell. Kísért a múlt, amikor nem kaptál érzést, ha jöntőt, erre gondolsz, ugye? A gyermekkori traumák. Amikor együtt szépen elsétáltatok, iskolafogászat. Így van, vagy egy iskolával, a kis csoporttal bementetek, szépen beültetek a váróterembe, aztán hallottátok a halálsikolyokat. Igen, mert megsporolták rajtad az érzéstelenítőt. Simán. Persze, rohadt módon nem kaptál érzéstelenítőt, és amalgámmal betöptek. Azt a mondatot sose felejtem el. Ötödikes ezt már kibírja. Igen, és idegig. Igen, de itt csak harmadikos vagyok. Idegig ment a fúrás. Na, ezzel a témával foglalkozunk, jó? Mindenki gondolja át, milyen a fogorvos, a nő, férfi, kedves, aranyos, szexis, nem szexis, udvarol, nem udvarol, jó lehellet, nem jó lehellet, közel jön, nem jön közel. Szerintem mindenkinek van fogorvosos élménye, hogy milyen az ő fogorvosa. Jó, 3 perc múlva 7 óra, ezzel folytatjuk a hírek után. 7 óra múlva 8 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani, hello. Hello. Drága hallgatók, várjatok, halkítok a tévém.
nagyon interaktív, itt minden tévéz, van, aki tévézik, van, aki újságot olvas, van aki, nem tudom, feltett lábban körtét eszik. Gyerekek, hát ez... Ki az? Érdemes... Ez kis szelete az országnak. De ki ez az? Így, egy kis szelete. Igen, érdemes lenne egy ilyen webkamerát beszerelni, nem? De hogy így a megszólások között mi történik? Mi történik a stúdióban? Ki akkor mit csinál? Akkor is ennél? Hát persze, akkor hát persze. Simán. Kedvet csinálnál mindenkinek az evét, és ez Balázs nagyon jó ízűben, senki nem eszik. Én azt gondolom, hogy ahogy egy körtét meg tudok enni, úgy ebben az országban senki nem eszik körtét, az biztos. Na, közlekedési híreket nézzünk, hogy mi a helyzet. 10. kerület Fehér úton éles sarok baleset, ez reggel 7 órakor történt, Z küldte nekünk, azóta nem tudjuk, hogy mi a helyzet. 83-oson Pápa felé farkargyepű, de ez gondolom az farkasgyepű lehet, aha, nem? Igen, igen. Farkargyepű előtt kocsi a tetején fekszik, lassan, mert belóg az útra. Most mennek menteni. Üdvlőke. És 6:30-kor jött, azóta nem tudom, hogy ez így van-e, de hogy M7-es Nagykanizsa felé baleset pályázára 180-as kilométernél, ezt körte küldte nekünk, de azóta nem jött semmi, és hát eltelt egy másfél óra, tehát lehet, hogy az már megoldódott. Trafipax Komárom táblánál az autópálya 13-as út felüli érkezőket mérik egy sötétkék autóval, ezt pedig Marges küldte nekünk. Ha valaki tud erről az M7-es pályázáról, akkor írjon már nekünk. Mert jó lenne tudni. Balázs, én most hallottam, hogy az angolok és a franciák büntiből kaptak kapták a hétfői vihart. Ne kérlek. Ne figyelj, Gábor, ne küldözgessél ilyen e-maileket, illetve SMS-eket, légy szíves, mert nagyon magas labda, lenti a srác. Éppen most hallottam, hogy az angolok és a franciák büntiből kapták a hétfői vihart, mert hisztisztek a lehallgatás miatt. Kaptak egy kis harp kezelést, hogy tudják, hol a helyük. Szerinted? Kérdezi Gábor. Szerintem is. Laci, miért nem törlög ezeket rögtön? Hogyha, figyelj már oda, Laci. Már nem Gábor, nem gondolnám ezt. Nem gondolom, hogy jön egy vihar, azért az büntiből van, mert ők hisztisztek a lehallgatások miatt. Inkább jelen pillanatban most a németek is tisztíthetnek, de majd a lehallgatásokkal is foglalkozunk. Annyira tudtam, hogy lesz 8 óra után. Tessék? Annyira tudtam, hogy ott lesz a de. Nem, sajnos nem. Hagyjuk ezt a hárpot, jó? Nem olyan fontos. Ne írjátok meg még egyszer. Köszi. Gábor, léci! Az a baj, hogy a hárpot is egy olyan dologba soroljátok, mint a chemtrail, ami ugye azért még nincs bizonyítva, de a hárp az már egy jóval bizonyítottabb, egyértelműbb fotókon látható. Így van, mindenki tud róla, mindent, nem is kell róla beszélni. Akit érdekel, nézzen utána a neten. Így van. Á, Istenem, üljetek csak abban a Kongó sötétségben, abban a Kongó ürességben, amiben vagytok. Mi boldog lelki szegények, mi szeretjük ezt így. Nézzétek a reklámokat, vegyétek, amiket rátuk tukmálnak, aztán éljetek. Azok pont mi vagyunk. Éljetek Kongó sötétségben, ahelyett, hogy utána nézzétek, hogy mi ez a hárp, és mi történik. És hogy miért, milyen összefüggések vannak egy ilyen hárp mögött. De most mindegy, nem akarok erről többet beszélni. Nem megyünk ki. De nem gondolnám, nem, hogy nem akarok róla többet beszélni, én hiszek benne. Nem gondolnám, hogy ez a nagy angliai vihar ez a hárp miatt volt, de ez a dolog létezik. Ott a de. Tessék? Én mondtam, hogy ott lesz. A de mindig ott. Semmit nem tudtok a hárpról, hogy ez mi? De, amit kell, azt tudunk. Mindent. Egyáltalán soha nem is olvastatok még, hogy ez a hárprendszer? De mindent tudom. Minden? Minden, tehát hogy nem mond, értem, mert mindent tudom. Hova tennétek, vagy mi az, vagy miről szól, vagy mi az értelme? Lent van valahol. Lent? Vagy fent. Föld alatt, vagy föld fölött? Én a gép után tenném a fölött. Mit csinálnak vele, vagy mi a céljuk, vagy mi az értelme? Hát, hogy a világuralmi tervek, és hogy összeskövés. És a szabadkövű mesek? A szabadkövű mesek, és hogy irányíthassanak minket. A chemtrail ellen hárp egy hálóval megy a földet. Hagyjuk keresztbe. Látom, még azért itt vannak hiányosságok. Tudatlan tömegeket dróton rángatva, gyakorlatilag egy övék legyen az egész világ, és szóval nem tudok semmit. Na jó, és a profit a lényeg. Oké. Egy felmérés szerint fele annyian járnak fogorvoshoz Magyarországon, mint egy évtizede. Átlagosan minden 10. embert pánikszerű félelem fog el a fogorvosi vizsgálat és kezelése gondolatától, és addig húzzák, halasztják a dolgot, amit csak lehetséges. És hát az orvosok emiatt elkezdtek kitalálni beteg nyugtató módszereket. Ezt hogy kell érteni, hogy leszedálnak, vagy begyináznak, vagy altatnak, vagy alfába tesznek, vagy mi történik? Szerintem már ott kezdődik, hogy megpróbálsz nagyon kedves várót kialakítani, hogy amikor belép a beteg, akkor ugye lenyugodjon. Aztán azt beszélik meg a fogorvosi konferencián, hogy mik azok a mondatok, amelyek biztosan jól hatnak. Igen. Hogy nem 10-ből 9-ekhez nem fáj. Hát, vannak kivételek, de... Bocsi. Olyan fogorvosnál voltatok már, akinél volt asszisztens? Persze. Igen.
De nem úgy, hogy nem, most nem, aki belenyúlt a szádba, és ott állt mellette a fogorvos. A tartsal, asszisztens. Nem arra gondolok, hanem aki már gyakorlatozik. Tehát aki már úgy asszisztens, hogy már tanul. Ja, hogy fogorvos tanonc. Tehát fogorvos tanonc, nem. Igen, bocsánat, rosszul mondtam. Nem az asszisztens, vagy az asszisztens az segít, elhúzza, vagy leszedi a fogkövet, ha arra van képzése. Vagy kampót akaszt a szádba, vagy nyár elszívó. Én olyannál is voltam, ahol családtag volt benne, nem tudta senkire rásózni, és nem volt a gyerek. Nem volt a gyerek? Persze, és akkor te is nézd meg, kislányom anya, mivel foglalkozik. Miből veszem neked a Barbit? Na nyújj be a bácsi száját. Nem, de asszisztens volt. Aki belenyúlt szintén a szádba, és csinált. Az STK-ban volt már ilyen élményben része. Én nem örülnék, ha egy ilyen tehát, hogy az én voltam ilyennél. Figyelj, az nagyon durva. Megkérdezte amikor... előtte, hogy bele, tehát hogy a tanuló megcsinálhatja ezt? Nem, ez egy nagyon régen volt, nem a mostani fogorvosom, nem, ezt ő úgy adta elő, mintha ez a legtermészetesebb dolog. Nem, te már, aki ott vagy egyébként leinjekciózva, félig leszedálva, betépve az injekciótól, vett tudomásul, hogy ő egyébként most itt gyakorlatozik. Megfogta a kislány a fúrót, bekapcsolta, oda tette a számhoz, mire mondta, hogy állj, a fúrót nem így kell fogni. És akkor esetleg? És te így, nem, hát én már tudtam, hogy mi történik, de azt hittem, hogy már a kislány azért ennél előbb tört. Ülsz a székben, kicsit csorog a nyálad. Kicsit csorog a nyálad, a nyál elszívó. Kicsit rosszul van, be vagy tépve az injekciót, mert engem leszed, de engem mindig, tehát így, valahogy így, kicsit így rosszul leszek tőle, van akire, én nem tudom, alapjás hatás, vagy nem tudom, megemelkedik a pulzusom, és így lezsibadok tőle teljesen. Azt hittem, hallucinálok. Jön a kislány, megfogja a fúrót, az egyik oldalon áll a fogorvos, a másik oldalon ugye áll tükörbe a kislány, és mutatja a mozdulatokat. Bekapcsolja a fúrót, elindul a szád felé, és mondja, hogy állj, és mondja, hogy lépjen le a pedálról. És mondja, a fúrót nem így fogjuk, és akkor megmutatta a helyes fogást. Na, próbáljuk meg még egyszer. És tudod, így... próbálod emelni a kezed, de becsináztak, lezsibasztottak. Hát az valami szörnyű. Az azért kellemetlen. Az valami szörnyű. Nem, és utána... nem akarunk lukat ütni az úr szájába, nem. Ezt a fúrófejet is leveszük, mert egyszerre csak egy fogat fúrunk, nem négyet. Komolyan, ilyen. És azt látod a kislány arcán, hogy ő is fél. Na most azért az, amikor... mert hogy te félsz, az egy dolog. De hogy ő is fél, azért az mennyire durva. És azt látod, hogy be van tojva, hogy neki most ott valamit fúrni kell. Nincs ilyenkor egy protko, ami lehet gyakorolni. De hát nyilván gyakorolnak, de előbb-utóbb azt el kell kezdeni élőben. Csak az mind elfogyott, mert széjjel fúrta őket. És azért, de az képzeld, amikor már benne van a szádban, és akkor doktor úr, nem fog fájni. Nem vagyok még doktor, a doktor úr sajnos ma nem ért rá, én még csak doktoran. Tudod, hát azért ez nem túl megnyugtató. Én attól is tartok, amikor olyan orvoshoz megyek be, akit nem ismerek. Amikor nem a saját orvosom van bent, akkor már elkezdek gyanakodni. Mert egyszer volt egy ilyen kellemes, hát kellemesnek inkább nem mondható élményem, amikor egy nyugdíjazás előtt álló főorvos úrral sikerült összefutnom, aki elfúrta a fogamnak az egyik fogamnak a felét. Hát már kicsit reszketett a kezzel, szemüveg se volt nála. Az a baj, azt gondolod, Feri, hogy vicces vagy, de egyébként nem. Mert hogy konkrétan ez történt. Picit remegett már a keze, és konkrétan úgy volt, hogy szinte még talán arra is emlékszem, hogy láttam az asztalon még az ajándék csemege kosarat, amivel elbúcsúztak tőle. Ez volt az utolsó hete, mint később kiderült, és még ott utoljára az én számba beengedték, hogy lehet, hogy csak az ízekedvér. És elfúrta az egyik fogamnak úgy a felét, hogy szépen a peremet leköszörülte, és majdnem a fogínyig az oldalát. Jézus Isten! Nagyon durva volt. Nagyon Atya durva Isten. Volt. És amikor te ennél a tanulónál voltál, akkor leszíjaztak? Nem, én csak... beadtak valami injekciót, egy lemorfiumoztak, én nem tudtam, csak kicsit kiindultam a szem, és láttam, hogy ketten vannak, de már nem kellett szíj, mert nem tudtam emelni. Beadtak valami izomlacitot, hogy nem tudtam mozogni. Milyen egy jó fogorvosi váró? Induljunk innen. Plusz szék, bársonyszékek, könyvek. Nálam például ilyen maróban járok, nagyon egy ilyen bársony pamlag, vagy mi az, hát egy ilyen... nem az STK, az nem. Nem, hát én járok el STK fogorvos, hogy nem zene jelent. Szól? Halkzene van, a kis akvárium is, talán nem akvárium nincs, a fogorvosról és a lányáról kép a polcon, tehát ugye nagyon-nagyon jó. Az a baj, hogy maga a váró az egyből a terem mellett van. Tehát kihallatszik. És az, amikor ott felbúg a gyémánt fej, és elkezdenek fúrni, azért azt hallod, de hát nyilván minden váróba hallod, tehát nem tudod azt teljesen kizárni. Van egy nagy tükrös szekrény, ahol esetleg meg tudod még nézni, hogy mihez kell hozzányúlni. Fogmosóhelyiség van? Fogmosóhelyiség is van, mosdó is van, persze. Jó. Mindig ott van a fogorvosom, fogkeféje, az a gyorsan fogat is mosok. És olyan régi képek nincsenek a falon, a fogról metszett kép. Persze. Vagy a doktornő, mikor volt utoljára fogorvos, ez utoljára 8 évesen láttam ilyet. Az alapos fogmosás, itt
van, ő a fog, tudod. És akkor az én úgy szeretem, én ezt úgy elolvasgatom. Szerintem magárendelőben ilyen már nincs. Esztikában még lehet, hogy ki van magárendelőben, nem nagyon tesznek már ki. Ha csak nem olyan, hogy gyerekek is járnak. Na, ilyen gyerek fölvilágosító, meddig mossuk, melyik a jó fogkefe, meddig mossuk. Nem, olyan szoktak... Szuvasmanó, ugye? Van a rohadó így, meg az egészséges így. Emlékeztek erre? Ez is mindig kín van. A legtöbb fogorvosi, nem tudom, rendelőben kín van. Ez a rohadó íny, hát nem akarsz élni tovább, ha meglátsz egy a rohadó íny, nem? Tehát bármit megfogadsz, hogy ha innen kimész, fogadmosol napi 5-ször, csak ezt él túl, meg az egészséges íny. És akkor ezt ott ülsz, és nézed a rohadó innyel, szemezel, amit téged behívnak. Jobbra tőle az orvosi műhibákról egy cikk. Képes összeállítás. Majd iratkozott a doktornő, aztán ott van a doktornőnek az első zápfogával lefotózva, amit kirántott. Mi történik, mire beérsz? Az önbizalmadat porrázúzzák. Tehát meglátsz egy rohadó int, kicsit azt gondolod, a tiéd is ilyen. Leírják a helyes fogmosás, rájössz, hogy fingod nincs a fogmosásról, mert 30 éven keresztül rosszul mostál fogad. Tehát mire te belépsz és beülsz a székbe, addigra rájössz, hogy nem vagy ember. Nem? Tehát, hogy semmit nem tudsz a fogápolásról. És közben bent és a fogmosásról. Az üvöltés. És bent valaki nagyon üvölt. És az elét valaki felhangosítja kint a váróban. És aztán kijön egy ember, akinek cipóra van dagadva az egész arca, és iszonyatosan kész van. Papírrakendőt tartja a szája szélén, és még látod, hogy bekönnyezett. Tehát látod, hogy nagyon nagy baj volt. Ekkor lépsz te be, és te milyen vendég vagy? Próbálod elütni valami kis tréfával az idegességet? Én nagyon röhögök a fogadósomról, hogy vicceket küld nekem néha e-maileket, tehát mi nagyon jobban vagyunk. Mindig kap valami vicces e-mailt, azt átküldi, levelezünk, mindig elmondja, hova utazott, nem mondom, én hol voltam, megbeszéljük, és közben furfarag. Tehát, hogy mi nagyon dumáltócsát belőle. De nincs ilyen tréfálkozás. Mert amikor belépsz, akkor van egy kellemetlen szitu, főleg ha először mész. Ugye? Tehát mondjuk fogorvost váltottál, és jön az új fogorvosod. Hát, na, ismerkedés. Júj, hogy vagyunk. És igen, most benne még van, maga persze. Jól. Vannak, melyik a jobb fogorvos? A csaj fogorvos, vagy a férfi fogorvos? Csaj. Én nekem még nem csaj. Volt női csaj. Fogorvosom. Csaj? Csaj. Én de ha jó csaj, akkor olyan fura, hogy egy jó csaj matat a szádba, nem? Vagy megnyugtatóbb? Nekem igen. Nagyon megnyugtató a fogorvosom, tehát nagyon jó arc. A csaj az jobban megnyugtat, vagy a nő? Látod az a nagy kezét, egy férfinak a szőrös kéjjel. Ahogy ott áll az új percekből, így állnak ki a kis drótok. Jön feléd, az nem olyan jó, egy kedves női kéz. Megértést vársz el a nőktől, egy női fogorvos. Tehát azt érzed a férfi fogorvos, hogy bemész, olyan akkor nekiesik, paf, kirántja, megtömi, amit kell. És a nőtől meg azt várod, hogy akkor kicsit jobban rákészít, nem? Kedvesebb. Meg a férfi fogorvosról mindig a Csont Kovács jut az eszembe, a Ludas Matyi című rajzfilmből, aki jön, és így ilyen harapófogó van. Így kirántja az összes fogat a szádból. Nem tudom, engem valahogy a férfi fogorvos jobban megnyugtat. Hogy azt érzem, hogy valahogy úgy magabiztosabb, vagy úgy jobban tudja. Asszisztensek, nővérkék, fehér köpenyben, mini szoknyában, nálatok? Igen? Mini szoknya az nem jellemző az összes nem. Többi az igen. Csak köpeny. Hosszú köpeny, vastag műanyag klumpa, vagy ez a dada cipő. Kismama cipő, igen, mint az óvodában dadák. Ami miatt fél órával korábban kell felkelni. De mi te neked magánorvosod van, hogy nem STK-ba jársz. Te STK-zol? Most már nem. Már nem? Magánorvoshoz járunk. Mióta a felét lecsiszolt? Igen, mióta lekapták a fél arcberendezésedet az STK-ben. Félek, hogy a főorvosulat reaktiválták. Hát, amíg visszahívták. Egyébként szerintem az STK-ban is vannak jó fogorvosok, csak valahogy a közeg, ahova bemész, ugye az egész, ha teheti az ember, akkor inkább elmegy egy ilyen ajánláson keresztül valahova egy magárendelőben. Hát nem? Gyakorlatilag ugyanazok... illetve hát nyilván hatalmas átfedés van, hogy azok, akik az STK-ban látják el a betegeket, azok ugyanúgy magánpraxis is folytatnak. Tehát, hogy simán előfordul, hogy egyébként ugyanahhoz mennél el az STK-ba, akihez amúgy jársz. És az STK-ban kevésbé ő egy kevésbé jó fogorvos, mint a magárrendelésében. Persze, csak összecsapja a dolgot, de hogy is ne. De miért az STK-s miért nem megy el magánba? Vagy az STK-s magánozik is? Mi például az én orvosom nem STK-zik. Csomóan vannak, akik csinálják. De akkor minek jár még STK-ba? Hát egy magánorvosi rendelőnél nincs jobban prosperáló dolog, hát ott brutális pénzeket tudsz elkérni, tisztelt a kivételnek, tehát van, aki nem. De ez miért megy STK-ba? Nem olyan, hogy kicsit az STK-s fogorvos megítélése az, hogy azért nem tud magánrendelőt nyitni, mert ahhoz nem elég jó? Igen, ugye? Ugye nekem legalábbis, de nyilván nem így van, mert ott is fogorvot elvégezték, értenek hozzá szakemberek, de miért nem megy el magánba? Mert mindenki nem mehet el magánba. Akkor nem lenne, aki az STK-ba járna, aki igényes akar lenni.
De aki mondjuk esztékázik és megmagánozik is, az azért esztékázik, mert van egy ilyen küldetés tudata, hogy mentsük meg a magyarok fogát. Nem, szerintem pénzt akar keresni. De az esztékában. Az esztékában nem. Szerintem... Tehát van magánrendelése, és az esztékában dolgozik, akkor az küldetés tudat. Nem? Biztos, mert az esztékában megtanulja a szakmát és a magánpraxis. Ott gyakorol. Nem, ott gyakorol az esztékában és a magánpraxisban jól csinálja. Hát ezt nem, erre nem tudok válaszolni. Na nézzünk egy-két SMS-t, jó, hogy mit írnak a hallgatóink. Páromat végre sikerült rávennem, hogy menjünk el a fogdokihoz, már volt időpontunk, most csak néz és hallgat. Köszi. Egy ismerősöm nemrég a fogorvosnál lenyelte a fúrófejet. Persze, a fúrófejet. Ketté harapta ízét. De miért csinálja? Mázlia volt, nem lett baj, természetesen utána távozott, felajánlották. Természetes úton távozott, felajánlották, de a doki már nem kérte vissza. Hát, Feri könnyen beszél a fogászati kezelésekről, ő mindig alfában megy oda. Nem vagy rossz, azt kell mondani. Nálunk a fogorvosi váróban Klassz FM-et lehet hallani, lezsibbadva, halva bent a doki fúr, és közben meg a jáksó is, nagyon durva. Üdv Kriszta. Amúgy a világ legjobb fogdoki az enyém. Még a vésés is nyugis. Nálunk olyan volt a fogorvos, hogy szembe volt vele a kocsma, azt mondta, mindjárt jön. Kiugrott az ablakon, megivott két felest, és visszajött. Csak pilláztam. Üdvtike. Azért az meleg. Kiugrott az ablakon, persze, ez a Legény anyában volt, mikor, vagy nem a Legény, de azt hiszem a Legény anya című filmben volt. A mi esztékánkban ez nem, mert azt hiszem a negyediken van. Balázs, léci, után nincs a nyár elszívót, puszi. Balázs, milyen hangja is van a nyár elszívónak? Nagyon bánt, hogy még mindig nem jutott el, hogy nem a nyál elszívott, tudom, az még csak nem. Egy kezdeti fázisban van. Azt tudom, amikor levegőt fújnak be, mert már szárítani kell a tömést. Ki van vattázva a szád, és jön a levegőfújás, majd a végén. Így van, az lesz a habatortán. Az lesz a megszólás csúcsa. Olyan még sose volt. 40 kilós aranyos rendes doki nőfokhúzás 5 percig tartott, közben a fáradt kezeit már tornáztatta. Az asszisztens is elfáradt, míg fogta a fejem. Lefőttem, mire végzett. Azért egy 5 perces fokhúzás egy 40 kilós nőnél, amikor tépi, rúgja, csípi, harapja, és még mindig nem jön ki. Már az öletben áll a néni. Igen. Már a fejeden támaszkodik lábbal. A fater 75 éves életében nem volt fogdokinál, nem fájdította a fogát, viszont a szájszagára rá lehetett könyökölni. Hát igen. Atya Isten. Az hogy van egyébként, hogy elvárják a magyaroktól, hogy ápolják a fogaikat, miközben gyermekkorban az esztékás fogorvosok a magyar gyerekek 90%-ával megutáltatta a fogorvost. Na, olvastam egyszer egy tanulmányt, vagy nem tudom, egy cikket, ahol azt mondták, hogy azért fél a magyar ennyire, mert konkrétan megspórolták régen az érzéstelenítőt. Tehát amikor turnusokba vitték a gyerekeket esztékába, kötelező fogorvosi vizsgálatra, nem adtak érzéstelenítőt. De nem azért nem adtak, mert egy ötödikes, hatodikos nem kaphat, hanem mert azt ott meg kellett spórolni. Nem, az a büntetés volt. Nem mosol rendszeresen fogad? És mit csinált az érzéstelenítőkkel? Semmi, lidokainnal befújták, spóroltak. Tényleg, lidokainnal befújták, nem voltak, Feri. Nem, de érted, hogy az a spóroláson gondolkodom. Spóroltak. Rengeteg fájdalomcsillapító érzéstelenítőt megspóroltak gyerekeken. És azért üvöltöttek a gyerekek, és szerintem a magyar lakosság nagy része azért fél ennyire a fogorvoshoz, mert a 70-es, 80-as években téged fájdalomcsillapító nélkül műtöttek. És most már nem félnek a gyerekek? Járnak rendesen? Hát szerintem most már azért nagyon kulturáltan csinálják. Hát most olvastad el a kimutatást, hogy fele annyi. Azért még a felnőttek. Ja, igen. Szerintem annak inkább anyagi oka van egyébként. Vagy ennyivel egészségesebb a fogazatuk. Igen. Jó arc a fogorvosom, azt írja valaki. A felső fogsorom pont az alsó van, beülök a székbe, doki ránéz, ha-ha, pitbull. Én meg ha-ha, anyád, írja Lali. Fogkő leszedése mentem, a doki kiordított a váróba, fusson be, mert sietek, amelyik koszos, azt kikapjuk. Szerinted nem fostam le a bokám, kérdezi Zoli. Azt mondja, hogy az én iskolai fogorvosom anno úgy be volt állva, hogy a cigivel a szájában turkált a számba, és még bele is hamuzott. Persze, nyilván. Igen, és a homlokodon nyomt el a csikket. Igen, egy viszkis üveg volt a kezében, meg egy cigi a szájában, igen. Hölgy megmarkolja a fogorvos golyóit, és most mindketten nagyon óvatosak leszünk. Ez jó. A jó fogorvos mottója, nincs jó fog, csak felületes vizsgálat. Ez nagyon jó. Ez jó. Egy fogorvos át tud verni? Mit, hogy azt mondja, hogy...
Nem, ugye az autószerelő át tud verni, mit tudom én, a hentes át tud verni, egy fogorvos át tud verni, hogy egy olyat töm, ami egyébként nem lyukas, hogy többet tudjon átkérni. Ajjajjajjajjajj, ide egy híd kell. De hát azt mondta, hogy nincsen, a múlt héten azt mondta, hogy nincsen se jó, vagy most csak fogkőleszed, és nem, sajnos sokkal nagyobb van, és csinál magának egy havi melót előre. De a hidat oda tudsz tenni, ahol baj van. Tehát ha nincs baj, akkor ő csinál? Ezt a négyet ki kell kapni. Búrjázik a kor. Igen. Kinek volt jó dekoltázsú, igazán komoly fogorvosnője? Tehát behajolt a szádba, és kész voltál. Nem volt ilyen? Nem, itt van, nagyon sokan írják. Volt. Az én fogorvosom vicceket mesél, hogy kitártsam a számot, írja Balázs. Az én fogászom dekoltázsal zsibbaszt. Profi fiatal nő, gyönyörű. Nekem férfi fogorvosom van, neki nem rossz a dekoltázsa, de annyira nincs jó. Neked volt? Volt. Az STK-ban is volt, és egyébként nagyon dekoratív a mostani doktorunk is. De ez a klasszik, ez mint amikor Michel Vájd így fehérbe öltözik, tehát az a... Igen, és egy hatalmas vörös kereszt van itt a fityulája. és a szomfix kivillan a fehér köpeny alól. Hello, Jani. Egy kis fogkő. Hova tettem azt a fúró fejet? Csak nem itt van lent az alsó fiókba. Nem jön ki segíteni. Itt van egy hallgatónk. Halló, jó reggelt. Hello, Viktor. Jó reggelt, sziasztok. Hello, Viktor. Olyan vagy, mint egy ilyen pervers fogorvos. És az. Te voltál? A sztorid van, vagy fogorvos vagy? Nem, most voltam. 2-3 napja voltam. Na, friss az élmény. Erről így van, friss az élmény. Annyit kell tudni, hogy a házunk aljába rendel Ida néni. Nagyon kedves, aranyos, kicsit idősebb hölgy. És hát édesanyám mondta, hogy nyugodtan menjek le oda, mert profi. Hát voltak azért félelmeim, na mindegy, lementem, és elől kilukadt egy kicsit a fogam. Nagyon rég nem voltam fogorvosnál, tehát a félelem az megvolt, de Ida néni nagyon kedves volt, és mondta, hogy hamarosan jön az asszisztense, és akkor majd együtt fogják csinálni. És hát el is kezdtem, megérkezett Marika néni, és... Az volt, amikor már elzsibbasztottak, meg már mindent csináltak, akkor elkezdtek sztorizni. Marika néni elkezdett, hát ez a tipikus magyar mentalitás, egy kicsit tudott, panaszkodott, hogy jaj, hallottad, mi volt idukám, hát a földrengés Indiában, meg a Pista bácsinak megbetegedett az unokája, és az. És hát akkor kezdtem megijedni, amikor van ez a UV-lámpa, tudod, amivel világítanak. Igen. Igen, és akkor már beraktak mindent, és akkor mondta az Ida néni, hogy na, Marika, gyere, hozd az UV-lámpát. Jó, jobb kettő vertikálisan. Marika, vertikálisan, jobb kettő, mondom, vertikálisan, az horizontálisan van, de úgy tartsd a lámpát, főfele tartsd. Óriás. Ők ügyesek lehettek akkor. Igen, nem, de amúgy minden tiszteletem az őké, mert tényleg nagyon szépen. Mit csináltak végül? Nagyon jó lett, tökéletes lett, nem látszik semmi, úgyhogy nagyon-nagyon szép lett, de azért ez aranyos volt. Tehát akkor egy kicsit leizzadtam. Ezek szerint a doktornő egy betanított asszisztenssel dolgozott együtt? Így van. Nem volt ilyen, hogy aztán, na ha ezzel végeztünk, kötök neked egy szép csokrot, vagy nem. Nem, de nagyon aranyosak volt. Köszi, hogy elmondtad, Viktor. Nincs, hogy szép. Köszi, csáó, nem, horizontális, nem vertikális. Vertikális nem hozni, ne így fog, ne úgy, nem az övé. Na jó, hagyjuk, akkor inkább én csinálom. Ezt az SMS hallgast. Nálam nemrég, amikor voltam fogorvosnál, a fogorvos majdnem magáévá tette az asszisztensnőt, miközben van férje. Fél órán át néztem és hallgattam, hogy kitalálják ketten, mit hazudjanak otthon. Jaj, de jó. Tehát csinálgatják a fogad, de közben megdumálják, este, hogy gizike. Este, igen, mit mond ez a feleség, mit mond ez a férjed? És közben ott neked a bal hatost éppen masszívan gyökérkezelik, azért azt sem megnyugtatok. És aki ne rögjön. Az én fogorvosom magázza az asszisztensét. Tehát ott rend van, fegyelem van. Nincs ilyen barátkozás. Hát vagy nem ismerik egymást. Vagy minden nap. Vagy minden nap új van. Na jó. Kérdeztetem, hogy maga mit keresi? Ki van vattázva a szád? Igen. Aha. És kérünk egy kis levegőt. Jó? János, arra kérem, hogy most fontos, hogy ne menjen nyál a szájába, meg fogom fújni levegővel. Jó? Szeretném, ha nem nyálazná össze a friss tömést. Nem fog fájni, doktornő. Nem, ez csak levegő. Jó? Jaj, már hat az érzést, doktornő. Már fúrás után vagyunk. Fúrás után vagyunk, mit hat az érzést, te hülye, már levegővel fújom, már ne vagy tömbbe. Doktor úr, legyen szíves, ne térdeljen bele a helyénbe, miközben rám hajol. Vagy jobban térdeljen. Doktornő vagyok. Most doktornő vagy. Doktornő, csúszom fejbe, kicsit is mozogjon. Na, megy a levegő, jó? Megy a levegő, jó? Nem kell félni, ez nem fúrás, csak levegő.
Nem kell félni, csak kell félni. Jó voltam, doktornak parancsoljon. Na figyelj. Nem jó a nyomás. Elnézést, kicsit pumpálok rajta, kicsit a nyomás. Jó van még, János? Vissza tudok jönni szerdán. Na, adjunk neki. Na, hajam is lobog. Másik oldal. Azt sem lejártam az egyik tampont. 7:30 múlt pontosan, 3 perccel jövünk a játékkal a hírek után. Ez itt a Morning Show. 7:45 lesz pontosan, 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri. Hello. Hello Jani, hello mindenkinek. Fogorvosos témánk van, ugye, hát ez a legtöbb emberre ugye vonatkozik, mert hogy mindenki jár, vagy járt fogorvoshoz, vagy kéne mennie, csak fél, csak nem tud. Nagyon érdekes ilyen alternatív megoldásokat lehet csinálni. Mire vagy vannak. Igen, van, aki például hipnózist alkalmaz. Én ezt hallottam, de még nem voltam, hogy ugye az erre fogékony embereknél állítok, ez baromi jól működik, hatásos módszer, nem mindenkinél válik be, tehát van, akinek annyira erős a tudata, hogy ragaszkodik az éberlét állapotához, és nem lehet nagyon hipnotizálni, de ez jó lehet, nem? Hogy elmész... Nézzen a szemem. Így? Igen, most kivesszük a pénztárcáját, nem fogja észrevenni. Nem, és kicsit hipnotizál, és egy ilyen félig alvó, mély állapotban megcsinálja ugye a fogaidat, hogy nem is kell lehet érzéstelenítő, hát mert az agyat kikapcsolja azokat az ingereket, amik ugye viszik a fájdalmat föl az agyba. De hogy egyik hallgató is megírta a férjének, erre nincsen szüksége, hiszen ő már eleve ebben az állapotban megy oda. Eleve ebben az állapotban megy, igen. Alfában. Nagyon sok SMS jön. Még mindig a fogorvosom, miután kifúrta a fogam, felhívta a fiát, 20 percen keresztül beszélt vele, majd közi, jól van drága, most leteszem, mert itt ül egy kislány. Gondoltam, csoda, hogy feltűnt, de trécselj csak. Addig az egészem elzsibbadt. A sok vattától nem is tudtam összezárni. De amúgy szeretem, írja a... Mi van, ha éjszaka jön rád a fogfájás, akkor hova mész? Van ilyen fogászati ügyelet éjszaka? Van, kérlek szépen, Budapesten, a belvárosban, azt hiszem a Kácfa utcában van egy éjszaka. De ott csak húznak, nem? Ott nincs nagy barátkozás. Következő. Fáj, üljön be, viszontlátásra. Következő. Igen, ott az egy ilyen hentes húsárú, ott visznek téged, igen, húznak. Nekem még 5 éve is érzéstelenítés nélkül gyökérkezelték a fogamat, a 70 körüli doki nem hitt el, hogy fáj, írja Zoli. Hát ő nem hitt ebben. Mondta, hogy fájdalomcsillapítók, injekciók. Ne gyerekeskedjen már. Mi ez a gyerekes hülyeség, amit itt feltaláltak, nem? Ez magának fájdalom. Volt egyszer egy olyan beteg, és igen. Átfúrtam az arcát. Az én fejem teflonból van, mert ellőtték Vietnámban. Így van. Az alkarom vasból van, leszették Dél-Koreában. Mit magának egy kis fogfújás? A szempolyomban meg tudom fordítani ezt. A Mekong delkában szúrtam ki egy szuronnyal, egy Vietcong. Atya Isten, én nem is tudom, hogy kik azok, akik nem kérnek injekciót. Egy csomó embert ismerek, aki jobban fél az injekciótól, mint magától a fúrástól. Mert azt hiszi, hogy az egyébként egy baromi fájdalmas dolog. Igen, egy pillanatra, hogy megszúrnak, az nyilván kellemetlen, de hát utána a fúrás az tök jó, mert semmit nem érzel. Nem? És kézzel, amikor előtte megkérdez az asszisztens, hogy csak ez a tű van fertőtlenítve? Nincs vékonyabb? Á, mindegy. Tudod, mi az, amit nem látok soha cserélni? Ha valaki fogoros, írja már meg a nyál elszívót. A nyál ez, mert a fog... Nem, a nyálelszívó az mindig ott, az kirakja, berakja. De amikor kiveszi a szádból, én nem látom, hogy lehúznák a kupakot, és egy másikat tennének fel. Hát gondolkodj el a fogorvosodon, az enyém mindig az van. Puk le, és jön egy új, egy tiszta. Igen? Aha. De a csere miért nyugtatna meg? Nem, lehet, hogy utána cserélje, amikor én már kimegyek. Rakosgatják csak. Nézd a hülye, hogy benyalta. Nem, azt az egyet még nem láttam, hogy az cserélik. De biztos, hogy cserélik, meg azt is nyilván lehet tisztán tartani, meg higiénikusan. Csak azt például nem vettem észre. Ugye mindig úgy ülsz, hogy balra van neked a pohár meg a nyál elszívó, nem? Ő jobbról áll. Igen. Ugye nagyjából ez történik. Hát a jobb kezesnél, bal kezes biztos fordítva csinálja. Az lehet, hogy fordítva van, igen. És mit csinálnak azzal a sok nyállal? Jó, ide nagy kérdés. Hova szívják el? Igen. Gyártáshibás csigákat keregetnek vele, vagy csíkosítom. De most komolyan, mi lesz a nyállal? És a kihúzott fogakkal? Tényleg. Na, tessék. Feladják a fogtündérnek. Ti nem gyűjtöttétek? Nem gyűjtitek?
gyereknek a fogait? Hát még nem. Még illetve nem, most még csak erőszakkal tudnám kihúzni. Igen. Tehát ha nagyon, nagyon nagy gyűjtő lennék, ha nagyon nagy gyűjtő lennék, már el tudnám, de az most még azért eléggé fájna a Beninek. Szerintem még sírnak. Gyere, Soma. Kiszedünk egyet, jár érte ajándék. Nem, anyukám például gyűjtötte. Egyébben egyszer elővesszük, és mindig megmutatja. És itt nem értem. De amikor Vikit először hazavittad, akkor ezzel kezdett? Kis Balázsos fütyis képek, illetve nézd meg, itt vannak a fogai. Hát ez minden családi bemutatásnál, igen, nézd már. Nézi a Viki a fütyis képeket. Hát vannak dolgok, amik nem változnak. Igen. Viszont... csak egészen, a testem lett nagyobb. Egészen beszőrösödtél. Optikailag akkor még nagyon jól nézett ki, azóta az megállt a növésben, csak a testem nőtt, és akkor viszont meg már csak viszonyítás kérdése, igen. De tényleg azt a szülők valahogy ingert éreznek, hogy elrakják, de miért, azt nem tudom. Meg na, jó van. Hajat. Tessék? Hajat. Na, azt nekem nem rakták. Olyan. Hajat is elraktunk. Azt nem. Oké, na ennyit a fogorvosokról, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Úgy értettem az én hajamat. Hogy emlékezz. Halló, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Hello, Pali. Szia. Szia, Pali. Igen, igen, sziasztok. Hello. Honnan hívsz minket, Pali? Abonyból. Abony. Ott van egy tök jó állatkert. Igen, igen, igen. Oroszlánok vannak most megint? Vannak, igen. Sőt, tigrisek is. Aha. Tudod, hol vannak most kis oroszlánok, vagy kis tigrisek? Vagy oroszlán fókák, vagy valami? Elég nagy vagy sisakos kazuárok, vagy sejmes durvincsok? Az egyik az északi jeges-tenger, a másik Afrika. Nem, hát a gyöngyösi állatkertben most nagyon. Gyöngyös. Van, nem akarok hülyeséget mondani, vagy kis oroszlán, vagy kis... Mi van még, amilyen fenevad és szőrös? Hát a oroszlán. A tigris. Vagy kis tigris. Sejem makákó. Igen, a vér makákó. Nem, valaki mesélte, hogy most jönnek haza gyöngyösőrös, hogy ott az állatkertben lehet simogatni egészen picik még, úgyhogy érdemes őket megnézni. Mi ez a hang, Pali? Mármint? Ja, hát igen, 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 mivel lakatos munkát végzek, itt elég sokan kopácsolnak el hátra mögött. Kopácsolnak. Na jó, mutatjuk akkor, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, jó? Oké. Okay. Figyelj. Oh, Jézusom. Aki ma megy fogorvoshoz. Ez nagy romlás, nagy lesz. Gyerekek, a hide elkezdett kiszáradni a szám, már a vattapamacsokat érzem, tudod. Hogy... De nem szenved, már elájult. Igen, a beteg csendben van. De vajon Beru néni fogán még mit csinálnak, nem? Lehet, hogy hazavitt a fogtechnikus és otthon javítja. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! Az. Ez így nem könnyű. Oh. Na. Igen. Megmutatjuk még egyszer, ne kapkodj, van időnk, jó? Ugyanezt a részletet, még egyszer. Tudom, és tudom. Ja, hogy tudod? Na. Tudom, tudom. Csak hát egy cím kell. Mutassunk hosszabb részletet, és vegyük ki a bögrét? Igen. Ez lesz. Buktad. Tudom, csak a címe a probléma. Jó, nem baj, a hátra hosszabb részletnél beugrik, kivettük a bögrét, az már nem lesz meg. Jó, figyelj! Na, hát ez most már nem. Nem tudom. Hát ez most már nem nehéz. Nem tudom, jó, az előadó is. Hát akkor megmutatjuk az eredetit, jó? Figyelj, ez lett jó, volna. Volt más slágerük is? Ez az egy volt? A Cranberriesnek? Volt, tudom, hogy voltak lemezeik, de hogy volt még most fejből tudtok. Igen? Nem. az elsőre igen, voltak, de a másodikra nem. Ne, én sem emlékszem többre. Na, hát Pali, nincs ajándékcsomag, sajnos. Köszönöm. Köszi a játékot. Sziasztok, hello. Na, állítólag az STK-sok, de ezt Anna jobban tudja, mert beszélt valaki, hogy az STK-sok azért STK-znak, tisztelet a kivételnek, nyilván nem mindenki, mert hogy az STK-ban egy csomó mindent meg tudnak spórolni.
átmentenek a magánrendelőbe. Nem, ez aljasság. Írta nekünk fogorvos is, hogy sokan úgy esztékháznak, vagy azért, mert hogy egy csomó alapanyagot, meg nyersanyagot ugye a magánrendelőbe tudnak átmenteni. Hát ebben azért van ráció. Nem mindenki csinálja ezt nyilván, ez nem általános érvény, csak Marika mondom. Marika Elidresz kevesebb fogcement is. Hát ez egy csomó mindent. Vagy legyártatsz az esztékával, megcsáltatod, berendelsz, mint alapanyag, rendelsz. Röntgen mondjuk, ha érted, az nincs minden fogorvos. Mondjuk azt azért nem hátcipeled az esztékával, csak hogy Józsi, gyere, lesz a tehéz. Hát fölkapod a panoráma röntgen azért. Az... Behívod a betegedet oda. De rohadt nehéz ez a röntgen, te Józsi, hallott cipeljük már a magánrendelőben. Hogy viszed át, vagy hogy érted? Nem, hanem behívod a betegedet az esztékába. Vagy a sugarat összegyűjtéd a csomba. Igen, persze, és aztán azt beleöntöd a szájába. Ravasz vagy te, Feri, tudom, hát csavaronként lopod el. Na látod. Hát van, de annod gógyi. Doktor úr, hogy meghízott, nem csak az ólom mellé van rajta. Marika, vigyük ki az ólom mellé. Nem értem, hogy át behívod az röntgenet, megcsináltatod, és aztán a magánrendelődbe. Igen. Na, mit tudtál meg? Adriennel beszéltem, nagyon cuki fogorvos hölgyemény. Ő elmondta, hogy azért kezdik nagyon sokan az esztékába, mert nincs olyan családi háttere, hogy mondjuk nem orvos dinasztia gyereke, vagy nincs egy olyan anyagi háttér, és akkor bizonyot megtanulja a szakmát, szépen fölépíti saját magát, és azok a betegei majd, ha lesz egyszer magánpraxisa, tehát nem minőség mérő az, így van, hogy te most magánba vagy, vagy államiba. És akkor az esztékába építi a klientúrát, hát és akár, azt menti át akár, majd a magánba? Akár igen, akár igen, így van, és ez elég rövid időn belül meg tud történni, mondta. Aztán elmondta, hogy hova kerül a nyál. Hú, micsoda fontos kérdéseket tudni akarjuk. Elmondjam? Na. Van egy fertőtlenítő rendszer, amin átmegy, és visszakerül a csatornába. Tehát ennek a vége... Utána az, azt hittem azt, hogy utána azzal löblöget. Megtisztítják, és a pohárba, amit belenyomsz magadnak, az a megtisztított nyál. Egy fertőtlenítővel elegyítik, és szépen visszeresztik a csatorna hálózatba. Tehát ugyanoda megy le, ahova lehúzzuk a WC-t egyebek. Ez oda van rácsatlakoztatva ennek a gépnek az alja, visszakerül a miért csatornába. Kell a tehát, ha te a WC-t lehúzod, és az megy a csatornába, akkor a nyál az, azt miért kell fertőtleníteni? Lehet valami előírás, aztán a kihullott fogak, kihúzott fogak, tűk, vatta pamacsok, azok pedig mind-mind külön-külön zsákokba kerülnek, és hát attól függ, hogy mekkora forgalma van egy rendelőnek, az hetente, két meg elviszi hetente, a Mikulás. Havonta. Az milyen boldog gyerekek lesznek. Külön zsákokba gyűjtik. Így van, veszélyes hulladék, és akkor van egy céggel szerződése általában, hát minden rendelőnek. Most bocsánat, az éki hullott fogam, miért veszélyes hulladék? Mert szerves eredetű, és hát, de ha nagyon szép, azt mondta, akkor elteszik ilyen gipsz mintába, és akkor azon gyakorolnak gyökérkezelést. Tehát, hogyha egy szép fog van, akkor azt ők elteszik. És azon az, gyakorolnak. Aha, igen, azon lehet, de különben meg mennek külön ki zsákokba a tűk, mert hogy a szúró dolog, külön a pattapamacsok, külön a fog, és akkor kemény. Elszállítják őket. Mindent tudunk. Ennyi? Nagyon jó. De akkor ezért pénzt lehet kérni, ha kihúzzák az egyik fogadat, és azon más gyakorol. Ha te ott hagyod gyakorolni. Hát nem. Igen. De honnan hát tudod ez mennyi magas labda volt, Feri, úgy látom, egy állami bevételi szegmens sikerült megnyitnod újra. Adóztassák meg a kihullott fogakat. Ezért a fogtechnikusok fizesnek, és gyakorolnak rá. Ezt mondom. Vonják le. Hát vagy kérd el, azt vidd haza, nézeges te. Hát egy szúvas fog azért azt gondolom, hogy annál azon azért... nem gyakorolnak, csak a nagyon tuti jón. De azt, hogy miért húzzák ki? Azt nem húzzák. Hát de lehet, hogy van egy olyan valami, ami miatt sajnos muszáj, vagy mit tudom, én nem értem. Nekem az is tetszene, hogyha mondjuk ilyen nyakláncot fűznének belőle, nem? Érted? Tehát, hogy így van, mint egy ilyen sámán áll a bent a fogorvos, és így nyakába lógnál. Minél több fog van benne, annál jobb a praxis értem, annál nagyobb a tekintély. A vér miatt veszélyes hulladék egyébként, úgyhogy azért kell rá vigyázni. Na jó, van. 4 perc, pontosan 8 óra. Jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 8 óra, múlt pontosan 8 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Hello Jani, hello. Sziasztok, jó reggelt. Feri, jó reggelt mindenkinek. Közlekedési híreket keresek, mert hogy van egy-kettő, ami egészen friss. M0-áson kamion becsavarodott az árokba, vecsés után hamarosan kiszedik, ott lesz dugó. Reni Timi az utak gyöngyei küldték nekünk. Az oldalán fekszik nem mindennapi látvány. A vecsési Lisztferihegyi lehajtó után, írja egy másik hallgató. Kenta úr küldte nekünk. M7-es Nagykanizsa felé 180-as kilométernél kamion személyautó csattant, darabokra hullott. B.S. Ati üzente. És a félpálya lezárva, úgyhogy mindenki ott is figyeljen. A Fehér úton az Éles Saroknál van egy baleset, ez 7 órakor történt. Ez a 10. kerület, és a 83-ason Pápa felé Farkasgyepű előtt kocsi a tetején fekszik lassan, mert belúg az útra, most mennek menteni. Hogy ennyi felborult autó? Mi történt? Csúszik szakad az eső? Esik? Igen? Ja.
meglepetés erejével tudhatni ilyenkor. Elszoktál tőle, és most már itt az őszi idő. Tudod, a falevelek, mint a mávnál. Igen. De most, mintha egy kicsit kevesebb vonatkésős SMS jönne, nem? Beletörődtök. Már még elfogadták a sorsukat az utasok, akik zónáznak, szegények, és próbálnak bejutni. Nem, az elmúlt pár napban, mintha egy kicsit kevesebb lenne. Lehet, hogy kicsit a MÁV belehúzott, és pontosítottak? Végig söprögette Margit néni. Most ért a végére. A Szob Budapest vonalon szerinted egy kicsit úgy lesepergette? Na, ez is megvan. Mehetek át a keleti Szolnokra. Szegény. Na, viszont volt nekünk egy fotópályázatunk a honlapunkon, erről nagyon fontos beszélni, Így ébredtek ti, ez volt ugye a címe, és rengeteg pályamű érkezett, lehet még mindig ezekre szavazni, mert hogy nem döntöttük el még, hogy pontosabban nem döntöttétek el, hogy ki legyen a győztes, kinyerje meg azt a nettó 50 ezer forintnyi készpénzt, illetve ajándékcsomagot, ami az első helyezetnek jár, úgyhogy menjetek fel, legyetek olyan kedvesek a morningshow.hu-ra, és a fotópályázatot keresétek meg, Így ébredtek ti, még egyszer mondom, és lájkoljatok, illetve akik töltöttek fel képet, azok buzdítsák az ismerőseiket, rokonaikat, barátaikat lájkolásra. Tehát feltölteni már nem lehet, de szavazni még igen. Vannak köztük nagyon durva like számok, van olyan 400-at, 300-at, 250-et, stb. Ilyeneket kapott, és vannak köztük nagyon-nagyon jók. Egyszeresek is, meg dekoratívak is. Igen? Aha. Mi is a címe? Neki. Hát azt kérdezem, hogy mi is a címe. Tessék megnézni, lájkolni, szavazgatni, jó? Morningshow.hu. Menjetek föl, nézzétek meg. Ahogy ennek vége, indítunk mást is. Természetesen annak is lesz majd fődíja. Ott is szeretnénk az egész országot bevonni. Jó, tök. Úgyhogy nyugodtan menjetek a Morningshow.hu-ra, böngészétek, szavazatok, nézegessétek. Kutyás, gyerekes képek, női ébredések, férfi ébredések, gyerekébredések. Van, aki a saját házát töltötte föl, azt nem is teljesen értem. Tehát vannak egészen szürreális fotók. De nagyon szórakoztató, úgyhogy érdemes ott mászkálni a honlapunkon is megnézni. Hát ő egyedül él és ébred, és azt mondtuk, hogy ébredés közben fotózd le. Tudod, és csak a ház volt. Hát és lefotott, de ráadásul kívülről. Tehát azt például egyáltalán nem értem, hogy hogy csinálsz a házadról, kívülről képet, meg milyen apropóból. De minden esetre érdemes megnézni. Na, valaki segítséget kér tőlünk, néha teszünk kivételt. Azért mondom, hogy néha, mert hogy egyébként az adás nem szólna másról, mint hogy ellopott autókat, táskákat, laptopokat mondunk be, de ha valaki tényleg nagy bajban van, és tényleg rá szorult, akkor mondjuk. Ez egy ilyen SMS, illetve pontosabban te beszéltél velem? Van egy hallgatónk, Andrea, akinek van egy 4 éves gyermeke, aki halmozottan sérült, és tegnap a 3. kerületi 60-i Lajos utcából ellopták a Peugeot 308 SV ezüstszínű autójukat. MLN 906 a rendszám. És ami nagyon nagy baj, hogy ebben az autóban volt egy speciális babakocsi, egy állítógép és egy lábmerevítő, és hát ezek a tárgyak időhöz vannak kötve, tehát nem tudnak azonnal igényelni másikat, legalább azt jutassa vissza, ha valaki ellopta a kocsit, mert hogyha hallja az, aki ellopta, az életbe vágó lenne, jó? Ha valaki tud erről valamit, akkor írjon nekünk, és akkor összekötjük Andival. Hát a kocsi valószínűleg már nincs egyben, olvasva ilyen statisztikákat, tehát szegényeket nem akarom elkeseríteni, de hát amíg a 80%-ot aznap éjszaka szétszedik egy garázsban. Tehát, igen, hogy ennek is ez volt a sorsa. Ez volt a sorsa. Minden esetre ezeket a gépeket, ha valaki, vagy eszközöket, ha valaki vissza tudja juttatni, akkor próbálj meg segíteni. Na, lehallgatási botrány. Hát mindez idáig nem beszéltünk erről, de hát ez szerintem megint nagyon izgalmas. Ugye, hogy mit csinálnak az amerikaiak, mit csinál az NSA, mit csinálnak Obamáék. Ugye most Angela Merkel-le kapcsolatban derült ki, hogy lehallgatják. Őrület. De nincs egy ilyen kancellár asszonynak egy K-vonala, amit nem lehet. Tehát van, akkor rosszul. Igen, azt hívják úgy, a központi, tudod. K-vonal. Így hívták. Jó, értem. K-vonal. Nem T-vonal, tiszta vonal. Nem, K. K-vonal, mindegy. Nem egy L-vonal, egy lehallgathatatlan vonal? Semmi nem akarok kérdezni sem. De ne, légy egy dulcimanó, oda megyek, megcsikiznek. Jaj, nem tudod, hogy ezt nem szeretem. Sokkal jobb, amikor megpuszilsz. Te kis óriás panda, nem? Edurcul. Na, mit akarsz kérdezni? De van! Hogy nincs olyan vonal, amit nem lehet lehallgatni. K-vonal? Nem, egy olyan vonal, amit nem lehet lehallgatni. De van. Tehát egy N. Mondom, hogy mi történt. Van ilyen vonal, mert hogy a német kancellárnak a mobiltelefonját hallgatták le. Az, ami az irodájában volt, azt egyelőre nem tudták lehallgatni. Tehát ő szerzett egy olyan mobiltelefont, ami állítólag lehallgathatatlan. Ezt az amerikaiak megtudták, és gyorsan elkezdték lehallgatni. És egyébként már 2002 óta hallgatják a Merkelt, csak most állítólag beszerzett valami újat. Jó hosszú beszélgetés. Hát jó hosszú beszélgetés.
és az Obamát ez nagyon érdekelte. K, mint kancellár. Húzzábár. Ja, bocsánat. De hogy azért ez mennyire durva, hogy ez kiderül, hogy lehallgatják a Merkelt is. Nem? Hát meg gyakorlatilag akkor bárkit. Tehát ha őt, akkor bárkit. Hát ugye? Bárkit lehallgatnak. Bárkit lehallgatnak. Ugye most megindult itt a mindenki nyilatkozik, az Obama is nyilatkozott természetesen. Azt mondta, hogy most nem hallgatják le, és a jövőben nem fogják. Aha. Azt mondta, hogy arra nem válaszol, hogy kirendelte meg, mert hogy az titkosított, hogy ő tudott el a hallgatásról. Először azt mondta, hogy nem tudott, az NSZ-re kente, majd ugye az NSZ elkezdett lázongani a gyerekek, mi magunktól nem hallgatunk le senkit. Hát azt nem rendelitek meg. Tehát már azt se tetszik, hogy mindent rájuk tolnak, és az Obama azt mondta, hogy a múltban kirendelte meg, ő arra nem válaszol, mert ugye az titkos adat. El se tudom képzelni, hogy ül valaki egy kis fülessel a fején, mondjuk az amerikai nagykövetségben, Berlinben, és onnan hallgatja a Merkel beszélgetéseket. Hát egy ilyen mobiltelefonon azért te privát beszélgetéseket is intézel. Azt is persze, nem? Hazaszólt a férjének, vedd fel a szexi alsó. Igen, hozok bokhúrztot, aztán este pedig egy jó kis sem felmegesz. Egyébként szerintem itt nem arról van szó, hogy ez az a németeket annyira kiborította, hogy őket lehallgatják. Hát itt azért most már a világ vezető politikusai, meg hírügynökségek vezetői, meg volt külügyminiszterek, meg mindenki hallgat mindenkit. Tehát ez nem egy akkora dolog. Itt szerintem ami rémisztő lehet, hogy nyilván a németeknek is vannak titkosszolgálati eszközeik, de ilyenkor mindig azzal kell, hogy szembesüljenek, hogy az amerikaiaknak még mennyivel jobb eszközeik vannak. Mert amíg egy amerikai le tud hallgatni egy németet, addig egy német viszont képtelen arra, hogy lehallgassa az Amerikai Egyesült Államok elnökét. Tehát itt. Hát ha. Tessék? Hát ha. Szerintem fényévekkel előre vannak az amerikaiak. Tehát fényévekkel előre, senki nem olyan fejlett lehallgatásban. Azt például elképzelhetetlennek tartom, hogy a német titkosszolgálat le tudja hallgatni az amerikaiakat. Fordítva egyébként ez a dolog megtörténik. De Merkel nem háborodott föl annyira. Olvastátok, hogy miket mondott, meg miket nyilatkozott? Miket mondja? Nem. Nem háborodott föl annyira, aztán a német közvélemény felhördült, és akkor a Merkel is fölhívta az Obamát, és akkor ott volt egy ilyen kis helyreigazítás. Obama természetesen mondta, hogy a jövőben ez nem fordul elő. De hogy nem volt akkora, mert hogy közben van egy ilyen transatlanti megállapodás, egy ilyen kereskedelmi megállapodás, ami viszont nagyon fontos a németeknek. És ebből viszont ők nem léptek ki, és meg akarják ezt kötni. Sőt, a Merkel régebben azt is nyilatkozta, hogy nagyon szeretne az öt angol száz országhoz tartozni, és szeretné, ha őt is belevennék a lehallgatásokba. Tehát technikával mindennel együtt. Tehát annyira azért nem mérgeső, mint amennyire a német közvélemény várja, hogy ő most mérges legyen. Meg őt azért nagyon nehéz meglepni azok után, hogy előkerült róla az a nudista kép. Tehát, hogy szerintem ebben az évben annál lejjebb már nincsen. De miért? Hát szerintem az nem. 20 évesek voltak, felhőtlenül mosolyogtak, egy kelet-német strand mentek a kis, na mindegy, hogy néztek ki. És igen, mert a Merkel egyébként azt mondta a Cameronnak, hogy őt vegyék bele az öt angol száz lehallgatási kooperációjába. Tehát ő szeretne bekerülni, ezért is nem tud nagyon felháborodni, viszont a németek meg azt mondják, hogy háborodjon föl, és legyen óriási balhé ebből, hogy őt most lehallgatják. De szerintem a Merkel ezt tudta. Az mit jelent, hogy ez az öt angol száz ilyen lehallgatási sztori? Tehát ez egy szövetség, amikor azt mondod, hogy neked van technikát hozzá, meg mindened, mi a Janival beszállnánk, akkor mi is megkapjuk ugyanazt, és akkor együtt figyelünk valami. Hát, igen, azért azt a Merkelnek nem szabad elfelejteni, hogy az, hogy például Németországban elhárítják a terrortámadásokat, meg hogy nincsenek terrortámadások, azért abban az amerikaiak jócskán benne vannak, és azért mindenki szeretne az amerikai védőháló alá tartozni. Tehát a Merkel most egy ilyen baromi nagy csapdában van. Aha. Egyébként. Egyrészt fel kell, hogy háborodjon, kettő tudja, hogy mindenki mindenkit lehallgat, nem hülye, nyilván franciák is elismerték, a németek is, az angolok, mindenki mindenkit hallgat. Közben, ha te nagyon lázadsz, hogy miért hallgattok le engem, akkor megkérdőjelezed azon eszközöket, amivel egyébként az amerikaiak biztosítják a te biztonságodat, mert a Merkel pontosan tudja, hogy tök jó, hogy az amerikaiak mindenkit hallgatnak, mert azért van nyugi német földön is, mert az amerikaiak meg tudnak előzni terrortámadásokat. Meg erre mindig lehet hivatkozni az amerikai részről is, hogy azért hallgatunk le például téged is, mert hogy te egy nagyon fontos személy vagy, és szeretnénk minden olyan esetleges személyed ellen irányuló merényletet kiszűrni, amit csak lehet. Ja, ez és ezért tudnunk kell azt is, hogy te kiről beszélsz, de nem, tehát hogy ők mindenkit lehallgatnak azért, hogy mindenkit megvédhessenek. Aha. És akkor megkérdezik, kedves Angéla, beszéltél az elmúlt 5 évben az Al-Qaida bármelyik mozgó sejtjével? Nem, az meg miért beszéltem volna? Hát ez nekem átlátszó, ez a kifogás. Az amerikaiaknál meg simán előfordulhat azzal, hogy a múltban is előfordult többször is, hogy magát az Egyesült Államok elnökét pont a saját titkosszolgálata
hallgatja le. Aha. Hát nem biztos, hogy a németek, a franciák, na, az angolok, hanem ott a saját titka. Hát igen. Ez érdekes, tehát hol? Az van, hogy Amerikai Egyesült Államok elnöke vagyok, aki rendelkezik a titkos szolgálat azon szolgáltatásával, hogy lehallgathat bárkit. Én magam ellen nem adok lehallgatási parancsot, de csak én adhatok. Akkor ki ad? Hát például a CIA-nak hogy az a vezetője. Hogy az Obamát hallgatják. Hát én nem tudom, hogy az Obamát lehallgatják. Biztos, hogy lehallgatják. Egy francia külügyminiszter azt nyilatkozta, hogy legyünk őszinték, mi is hallgatózunk. Ezt mondta. Aha. Mindenki lehallgat mindenkit, a különbség csak az, hogy nekünk nincsenek olyan eszközeink, mint az Egyesült Államoknak, és ezért irigykedünk is. Aha. Tehát, hogy ezt mondom, hogy szerintem a Merkel sokkal jobban zavarja maga a tudat, hogy ők viszont ezt nem tudják megcsinálni. Aha. Tehát, hogy ők az Obamát nem tudják lehallgatni. Igen. Ráadásul, ugye volt egy ilyen európai adatvédelmi kezdeményezés, ahol a Facebookkal meg a Google Street View-val akartak ugye felszólalni, hogy a fokozódó aggodalmak miatt az Európai Parlament kezdeményezte, hogy egy lényegesen szigorúbb EU-s adatvédelmi szabály lépjen be. Ez a lehallgatási botrány után. És mindenki azt hitte, hogy a Merkel annyira dühös, hogy majd odaáll és megszivatja a Google Street View-t meg a Facebookot, és a Merkel azért okos volt, mert ő ebből kiállt rá, és azt mondta, hogy egy évvel ezt napoljuk el, ne döntsünk erről. Aha. Tehát ő mégsem annyira mérges most, mint amennyire egyébként a németek elvárják tőle, hogy mérges. Mert tudja, hogy mit veszíthet. Mert tudja, hogy mit veszíthet. Ez tudod, ez egy baromi nagy csapdahelyzet. Tehát egyrészt neked nyugalmat biztosítanak, sejtett, hogy lehallgatnak, el kell játszanod, hogy te mennyire felháborodott vagy ezen. De közben meg tudod, hogy azért van nyugi a te országodban is, mert az amerikaiak segítenek ott megakadályozni dolgokat. De óriási játszmák ezek, nem? Mennyit engedsz, mikor szólsz? Hogy mit engedsz, mikor mit vár tőled a közvélemény? És milyen lehet egy Merkel-Obama beszélgetés ilyenkor? Jó, most felhívom, nagyon dühös vagyok, felhívja. A K-vonalon. Mióta hallgattok rohadékok? Na, 2002 óta, most mit játszott, tudtál róla? Nem? Vagy van egy ilyen Das ist gute, schöne ordibálás? Érted? Nem hiszem, biztos, hogy nem. A kifelé ezeket mutatják. Hát most azért neki is feltűnt, hogy miközben beszél a férjével a háttérben, most serceg az írógépnek. Hozzatok még egy teát, már nem bírom az öreg asszony. Hát meg lehet, hogy ez is egy játszma kettőjük között. Tehát, hogy kifelé mutatunk valamit, és egyébként pedig a háttérben pedig le van már hajazva ez az egész történet. Hát, hogy előre kitalálták, hogy hogy kell viselkedni. Már az Obama meg a Merkel. Érted? Paktum van, hogy... Nem, azért ez az amerikaiaknak nyilván blama, hogy azért ez kiderül, aha, szerintem. Tehát az Obama azért, aki béke Nobel-díjat kapott még az elején, most már azért sok többsebből vérzik. Aha. Nem? Azért uh-huh. nekik nagyobb blama. Na, van segítségünk, mint mindig. Itt van Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő. Jó reggelt kívánunk, hello! Szép jó reggelt! Na, hát mi már itt gyártjuk az elméleteket, de hát hallottam. Nálunk te sokkal jobban tudod, zárójel. Úgyhogy átadnánk a szót, akkor mesélj nekünk erről egy kicsit. Mi most a helyzet, mit tudsz róla? A botrány tökéletes. Az egyes számú botrány az, hogy az elmúlt napokban kiderült, hogy a franciákat, spanyolokat, olaszokat, mindenkit lehallgattak. Ez az egész ügy gyakorlatilag tegnapig ment, amikor Európa fölháborodott. Zárójel. A botrány nőni fog, mert a Snowden által kihozott dokumentumok kevesebb, mint 10%-át hozták nyilvánosságra. Tehát itt olyan botrányok lesznek, ami ma még megmondhatatlan. Kettő. Az elmúlt órákban az amerikaiak átmentek egy ellentámadásba, és bejelentette az NSA főnöke Alexander tábornok, hogy mit akarnak az európaiak, hiszen ők adták át az adatokat. A titkos szolgálat főkoordinátora, egy Köpper nevű úriember azt mondta, hogy minden, amit mi csinálunk, jogszerű, ezzel szemben a szövetségeseink itt kémkednek irántunk Washingtonba. Azonnal nyilatkozott a német titkosszolgálat egyes számú vezetője, úgy hívják, hogy BND, tehát Bundesnachrichtendienst, a Schindler, aki azt mondta, hogy nem igaz, mert a német nagykövetség Washingtonban nem folytat lehallgatást. Két nappal ezelőtt a német köztévé éjszakai műsorában egy órás vita volt, ahol pontosan bemutatták, hogy az amerikai nagykövetség legfelsőbb szintjéről mindent lehallgatnak, 750 méterre van a Merkel irodája az USA követségtől, 400 méterre van a Bundestag, tehát a német parlament, és ami számomra a legfurcsább volt, hogy a korábbi amerikai nagykövet nyilatkozott, aki azt mondta, hogy már Németország nem a barátunk, hanem a partnerünk. Na most ilyet egy nagykövet szerintem a halálos ágyán sem mondhat, tehát a transatlanti viszony rendkívüli mértékben éleződik, ahogy ti előtte mondtátok, igazatok van, egy ponton túl ezt nem lehet csinálni, mert szövetségesek vagyunk, információkat adunk és kapunk,
de a helyzetelmény. Igen, esetben. Bocsánat, hogy közbeszólok, csak hogy még egyszer, mert az annyi információt mondasz itt két mondatban, hogy egy földi halandónak ezt nehéz felfogni. Tehát ezt úgy kell elképzelni magát a lehallgatást, hogy a berlini amerikai nagykövetség tetején áll egy fószer egy antennával, nem. Vagy valaki a harmadik emeleten. Akiket nem lehet látni antennákkal, és innen szőröstől, böröstől mindent lehallgatnak. De én hallgattalak előbb titeket egy mondat ehhez. A világ internet forgalmának jelenleg 80%-a az USA-n keresztül megy. Tehát ti mondtátok előbb a Merkelt, igen, fél órával ezelőtt nyilatkozott az illetékes német államtitkár, aki azt mondta, hogy meg kell adóztatni ezeket a cégeket, és működjenek európai jog szerint. Na most itt egy probléma van, hogy van egy bécsi egyezmény, amely kimondja, hogy milyen eszközökre juthat egy ország információkhoz. A probléma az, hogy ezt senki nem tartja. Innen lehet kezdeni a beszélgetést. Obama most milyen álláspontra helyezkedett? Ő nem ismerte el, hogy ő tudott róla, ugye, mert a Merkel felhívta. Ő gyakorlatilag a Merkel többször felhívta, a német belügyminiszter elment az USA-ba tárgyalni, sőt bejelentette tegnap, hogyha kiderül, hogy lehallgatták őket, akkor az amerikai nagykövetségről, akik a lehallgatást végezték, azt kiutasítják. Zárójelbe jegyzem meg, hogy a II. Világháború óta Nyugat-Európából amerikai diplomatát még nem utasítottak ki azzal, hogy hírszerzést folytat. Az Obama azt mondja, hogy ő nem tudott a lehallgatásról, én szeretnék reggel kulturált lenni, nyilvánvalóan téved, és azt mondja, hogy most nyáron leállította a lehallgatást. A tévedésre egy szó. Én imádom a Helmut Schmidt-et, az öreg 94-95 éves, és megkérdezték kb. Két hónappal ezelőtt a német tévében élőadásban, hazudhat egy politikus. Mire azt mondta Schmidt, soha, csak nem mondja ki az igazat. Ezt látjuk most. Igen, hát az Obama azt mondta Merkelnek állítólag, hogy most nem, és a jövőben sem. De hogy mi történt a múltban, arra nem válaszolt, ugye? Persze, hogy nem válaszolt. Egy amerikai elnök nem ismerheti el Európa Egyes Számú vezetőjének, hogy 2002 óta szőröstől, böröstől lehallgatták őt is, és mindent, ami Németországban van. Hát a lehallgatások száma elérte az évi 700 milliárd adatot, tehát máshogy fogalmazva mindent lehallgattak, az internetet, a telefont, stb. Amire persze a válasz az, hogy egy felelős vezető gondolja meg, hogy mit mond. Hát a Helmut Kohl annak idején, amikor ment, félreállította a kocsiját, ahol látott egy telefonfülkét, és onnan telefonált, mert tudta, hogy azt nem lehet lehallgatni. A svájci kormány egymással vonalas telefonon keresztül tartja a kapcsolatot, mert sokkal nehezebb lehallgatni. De ma egy olyan világban élek, ahol minden lehallgatható. Obama most azt mondta, hogy amire képesek vagyunk, azt nem kell feltétlenül megtenni. Még egy dolog. A világ minden politikusának van hírigénye, de képessége ennek a hírtömegnek a megszerzésére csak az USA-nak van. De igen, erről beszéltünk, hogy mindenki lehallgat mindenkit, de ahogy az amerikaiak lehallgatnak, azt nem tudja senki. Most, ugye hallani önökt is, hogy 30-50 millió telefonbeszélgetés. Ezeket hogy dolgozzák föl? Hát erre nem lehet emberállomány. 30 napra teszik félre, meghatározott kulcsszavak alapján ellenőrzik, de a lényeg megint az, hogy a képesség megvan. Tehát meghatározott szavak, most mondok példát, Al-Qaida, Osama Bin Laden, aha, és a többi alapján, aki ezeket kimondja, de megvoltak azok a bűvszavak, hogy korábban a terroristák a nadrág kifejezést használták a robbantás helyett. Tehát ahol ezek voltak, azokat egyszerűen kigyűjtötték, és óriási apparátusok és óriási technikák dolgoznak. És még egyszer, az USA 2001. szeptember 11 után összeállt a világ angol száz államaival, Kanadával, Nagy-Britániával, Ausztráliával, Új-Zélanddal, és idézőjelben szőröstől, böröstől lehallgatták a világot. Ezt senki más nem tudja megtenni. Nagyon kell. Tehát ha Merkel hazaszólt apunak, hogy nem tudok, benn vagyok az ülésen, menj el a tiszta nadrágomért a tisztítóra. Azt is. Kész. Akkor vége volt. De, hogy lehet, hogy az ilyen modern technikával a mobiltelefont igen, de a vonalasat nem? Mert ugye állítok, a Merkelnek van egy vonalasa, és ezt nem tudták. Mert én, mint amerikai hírszerzés, tudom, hogy a Merkelnek mi a mobiltelefonja. De a vonalasat nem tudom. Hát nyilván egy kancellári hivatalban van x-száz vonalas. Ha én, mint Kohl megyek, és megállok egy német városba az útszélén, azt szörnyű nehéz lehallgatni, mert ott egyszer nem tudom, hogy ő Kielből, Hamburgból honnan fog telefonálni. Mondjuk nem értem, itt írja egy hallgató, jó a felvetés, hogy akkor a Merkel miért hívta fel az Obamát, ha tudja, hogy lehallgatják, miért nem üzen neki hangosan a saját irodájából. Azért, mert a diplomáciának is vannak szabályai, és más, amit gondolok, és más, amit tudok. És jelenleg Európa nagyon sok mindent gondol, de mindent megtesz, hogy dolgokat ne tudjon meg, mert az túl kínos lenne a transzatlanti kapcsolatokra. Az előbb felvetettünk egy érdekes kérdést, hogy Obama és Merkel vajon mielőtt ez kikerült a sajtóba, hogy most mi történik, egyeztetett, hogy meddig tudnak ők elmenni? Mert ugye nyilvánvaló, hogy
Hoppá, az NSA nem engedi ezt a beszélgetést. Jó a kérdés, meg az is, hogy ugye Magyarországon is voltak állítólag, hogy Budapesten is vannak lehallgató központok. Tehát, hogy az NSA itt is dolgozik. Sziasztok, srácok! Halló! Jó, visszahívjuk még a hírek után. Pontosan 8:30 van, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. Ez itt a Morning Show. 3:49 lesz, pontosan 4 perc múlva hello mindenkinek. 4-es főúton teljes útzárban baleset miatt Hajdú-Szoboszló és Kaba között. Üdv Tibi, valamint trafi az M3-as végén az Őri lehajtónál. Úgyhogy ott is figyelj mindenki. A lavina hadművelet tovább gördült, és KPM tengelyesek vannak Verpelét bevezetőjénél Feldebrő felől, ezt pedig Csonti küldte nekünk. Mi pedig ugye, hát az egyik kedvenc vendégünkkel, vagy megszólalónkkal beszéltünk, Nógrádi Györgyel biztonságpolitikai szakértőben, akit elvesztettünk azóta. Hirtelen megszakadt a vonal, és csak bízunk benne, hogy az utolsó beszélgetés abban a szobában, ahonnan beszélt, nem az volt, hogy szívem, mi ez a piros pont a homlokodon? Ügyesen mindent a kis páncélba! Próbálj meg még egyszer fölni, azóta nem veszi föl. Tehát azóta konkrétan elérhetetlen. Hát kicsöng, ugye a telefon, igen, de aztán... Hívtad sokszor? 8-szor legalább. És? Semmi. Nem veszi föl, csörög, de nem veszi. De mi történhetett? Bejelentkezett élőadásról, beszélt a lehallgatásról? Hát, szerinted... Eddig eljutottam. És azóta kész, egyszer sem vette föl? Egyszer. 8-szor hívtam. Elkapták. A vége van. Hát, Gyuri, hallod? Gyuri, leszórakozz, ez nem vicces, Gyuri. Gyuri, pedd már fel, Gyuri. Vagy észrevette az utca végén a szemeteseket, és eszébe jutott, hogy elfelejtette kihúzni a kukát. Na de ennyi idő alatt már kivihette volna. Ki tudja, mi van benne. Egy csomó akta. De mi a fene történik egyébként tényleg? Tehát bejelentkezel egy élő rádió műsorban, elmondasz jó dolgokat, tehát csak megszakad a vonal, lemerülni nem merülsz le, mert kicsöng, és azóta elérhetetlen vagy. Szerintem rászóltak. Hogy? Hát, hogy ne. Mit ne? Ne beszéljen ezekről. Pont a budapesti lehallgatóközpontokról akartam kérdezni. Hát szerinted akkor... Amit már ugye a belügyminisztérium is vizsgál. De mit ne? Semmit se, Gyuri. Gyuri, ez túl sok volt. Igen, mi? Most megint sok volt. Kész. Röhögtök rajta, de ez ennél komolyan. De nem tudnak rászólni, hiszen élőadás a telefonál. De van egy kávon. Persze, nyilván az NSZ-ben valaki a Boráros térről bontotta a vonalat, mert ott ül egy gyroszos mellett, és lehallgatta a Gyurit. Most nem? Mondtad, hogy van budapesti lehallgatás. Van. Hát állítólagosan, akkor... ugye Budapest felett is, a Wikileaks szerint Budapesten is van lehallgató központ. De lehet, hogy bedobtak neki egy üzenetet, vagy érkezett egy postagalamb. Az Edward Snowden-től származó információk szerint a térképe rajta vagyunk. Moszkva, Párizs, Peking, Berlin és több tucat más város is szerepel, és ott van Budapest is, ahol működnek egyébként lehallgató központok. Tudod, mi történt? Mi történt? Na mi? Tudod, mi történt? Nem. Ráálltak az agyi hullámaidra, hogy ezt fogod kérdezni, és kilőtték a Gyurit, persze. A Gyurit, hogy erre ne tudjon válaszolni. Igen, megbontották a vonalat. Igen. Na mindegy, érdekes dolgokat mondott még volna. Ja, akkor ezt nem tudjuk meg. Vagy megjelent Priscilla Presley, és azt mondta, meg kell ölnöm Nógrádig. Igen. Na, egy kis segítséget szeretnénk kérni. Ha valaki utazik Moszkvába. Na, nagyon szép életkép. Már ilyen csak, nem Vlagyivosztokba megyek, sajnos most nem. Ha a mai napon valaki utazik Moszkvába. 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 De ma? Ma. Tehát ma Moszkva. Igen, és van szabad csomag kapacitása. Aha. Adnék neki egy bőröndöt, amit ki kell juttatni Moszkvába. Mi van benne? Azt nem mondhatom meg. Kóserténi szalámi. Nyilván szívesen vinné bárki. Figyelj. Átvilágítják, meg semmi olyan nincs benne. Ha ma valaki megy Moszkvába és hallgat minket, hallgatunk, ma Moszkvába utazik és van szabad csomag kapacitása, az jelentkezzen, egy bőröndöt ki kell vinnie Moszkvába. De nem mondhatok többet. Jó? Ez tök komoly. Egy hallgató, egy bőrönd, egy moszkvai út. Jó? Pénz van érte? Még pénz is van érte? Segítség címszó alatt. Aha. Hm? Hát ez a tipikus csempészés. Tég is fölültetnek ezzel, lekapcsolnak a határon, és közben nem kábítószer, nem fegyver. 5 óra 40-kor a Gagarin sétányon. Mondok mindent utána már személyesen. Szembe a Lomonoszov Egyetem. Jó, moszkvai hallgatókat keresünk, illetve olyan utasokat, akik ma mennek Moszkvába esetleg, és ki tudnak vinni. Ha a csomag felárba kerül, vagy pluszt kell érte fizetni, akkor azt természetesen nem tőle várjuk el. Jó? És akkor elengedik a nyugátot.
Anyámat foggyulejtették. A váltságdíjat egy bőröndben kell kiküldeni. Mire kerültél bele? Ezt nem mondhatom el, ez egy elég komoly, de nem mondhatom el. Csak kell egy hallgató, aki most Moszkvába utazik, segítene, és ki tudna vinni egy bőröndöt, úgyhogy kifizetem a felárat neki, tehát jó? Tehát a Gyurit is elvesztett, ugye nem akarunk téged is elveszíteni. Köze van a Gyuri elvesztéséhez ahhoz, hogy most nekem ki kell jutatnom egy csomagot Moszkvába. Feri, vidd ki. Nem hiszem, hülye. Hát ti nem értitek itt a színfalak mögött milyen játszmák zajlanak, de ez most nagyon komoly. Kell egy hallgató, akinek oda kell adnom egy csomagot, amit ki kell vinni Moszkvába. Aha. Tegye meg, nem csukják le, semmi olyan nincs, belenézhet a bőrönbe, átnézhet, és semmi nincs, de el kell juttatnom ma egy csomagot Moszkvába. Ennyi, nem mondhatok többet. Összekezavarunk őket, Feri, én is megyek. Egy másik bőrönd. Jó. Kell még két-három ember, aki visz másik bőröndet. Igen. A bőrönd, B bőrönd, C bőrönd. Kossuth Rádióban volt az előbb élő adásban. Megvan a Gyuri. Hát, igen. Élő adásban, úgyhogy közben kicsöng a telefonja. Több telefonja van? Érted. Vagy azt lehet, hogy rögzítették elterelésként. Bizony. Tegnap. Ha Gyuri volt, és nem Ethan Hawke. Gyerekek, egyébként ha Gyurit valaki lehallgatja, tényleg az összes titkos szót kimondta. Obama, Bin Laden, Al-Qaida, 2001, Merkel, tehát itt Magyarországon most az NSZ-nek a lehallgató szenzorja, azok konkrétan kiégtek, nem? Tehát a Gyurira a komplet NASA ráállt már, és mindenki a Gyurit figyeli, mert az összes tiltott szót egy mondatban kimondta. Tehát ennyi tiltott szót senki nem mond ki egy év alatt, most a Gyuri elmondott három mondatban. Már látom magam előtt, hogy Nógrádi György, értitek, ugye Nógrádi György elhagyja a rádió épületét, keresztezi a Múzeum utcát, oda ér az építészpince elé, megfogja a nyaka alatt a maszkot, lehúzza, és Tom Cruise az. Megvan a Gyuri? Itt van? El ne engedd, Anna, nehogy elengedd. Ne. Tartsuk a vonalat. Itt vagyok, egy pincében. Gyuri, itt vagy? Hello, jó reggel. Belépett a Snowden, állati aljasul, közölte, hogy megkapom a Chapman-t, a legjobb orosz kémnőt, ha nem mondok többet. Na most azonnal elrohantam az orosz követségre vízumot váltani, és úgy néz ki, hogy holnap repülök, és a Chapman vár, 30 éves bombacsinos, tehát ne haragudj, sehol nem vagytok, te jössz. Most már nem mész ma véletlenül Moszkvába? Nem, holnap megyek, és ott vár a Chapman. De várj, ezt most komolyan kérdezem, te holnap Moszkvába mész? Nem. Mész, mert kellene nekem egy csomagot kijutatni Moszkvába. Na mindegy. Nincs embered, aki ma Moszkvába megy? Így Leonid Iljics Brezsnyevnek olyan ember, nem tudom, jó élő még valamire. Na, figyelj, a budapesti lehallgató központokról szeretnélek kérdezni, hogy a Wikileaks szerint Budapesten is vannak lehallgató központok, ez igaz lehet? Pontosítsunk. A Wikileaks közé tett egy listát, és itt meg kell állni. Igen. A alapdilema az, hogy mi egy kis ország vagyunk, mi egy szövetségi rendszerben vagyunk, ahol információt adok és információt kapok. A fő dilema ebbe az egész játékba az, hogy a Wikileaks közé tett egy listát, ahol a Föld szőröstől bőröstől szerepel. Második megjegyzés. Ezt a listát kb. 6 héttel ezelőtt már közé tették. Érdekes módon akkor a világon senki nem figyelt föl rá. Akkor is ott volt Budapest. Most a világon mindenki fölfigyel rá, hogy úristen, de hát ezen rajta van 4 kínai város, ezen rajta vannak orosz városok, ezen nem rajta van minden, és egy hely van Budapesten, mondom magyarul, az Egyesült Államok Magyarországi Nagykövetsége. Egy mondat, elvileg egy nagykövetség meghatározott tevékenységet nem folytathat, a valóságban a világ szinte minden nagykövetsége folytat olyan tevékenységet is, az is a hangsúly, amelyik nem teljesen jogszerű, tehát erre van a diplomáciai védelem. Most a magyar titkosszolgálati eszközök azok körülbelül mennyire vannak messze az amerikai titkosszolgálati eszközöktől? 1 kilométer, 100 kilométer vagy 10 fényév? Erre a válasz az, hogy a magyar szolgálatok mindig jól föl voltak készítve, erre érdemben a két magyar szolgálat adhat választ. Az volt MBH, most úgy hívják, hogy Alkotmányvédelmi Hivatal, és a szakszolgálat. A Kissinger egyszer azt mondta egy kérdésre, hogy nem válaszolhatok, mert tudom az igazat. Máshogy fogalmazva, hogy egy szolgálatnak milyen technikai eszközei vannak. Ez legalább annyira titkos, mint hogy mit csinál, mert ha valaki egyszer elmondaná, hogy milyen van, akkor az összes vele szemben álló, nem feltétlen ellenséges, de vele szemben álló szolgálat tökéletesen tisztában lenne azzal, hogy ennek a szolgálatnak mik a erősségei és a gyengeségei. Tehát mindenütt. De akkor ezek szerint vannak erősségeink? Nekünk hagyományosan voltak erősségeink, egyet vagy mondjak el, ami az elmúlt évtizedekből. A jugoszláv háború idején Magyarország olyan segítséget tudott nyújtani a szövetségeseknek, amit rajtunk kívül más szövetséges nem tudott megtenni. Jó hangzik. Ez azért ez jól hangzik. Akkor tehát valami belül vagyunk, hogy mi is fejlettek vagyunk. Ez jó? Így van. Ez jó. És akkor én is kérek valamit, ha holnap mentek Moszkvába, a Chapman e-mail, mobil adatait
kérem szépen. Most megnéztem ezt a Chapman Light itt képen, ez azért Hellóka. Nem gyenge. Ki ő pontosan? Ő egy orosz kémnő, egy orosz kémnő. Miután lebukott, akkor kérlek szépen a Maxim című orosz, hát ilyen, nem szexlap, de ugye hasonló, mint ez, megmutatta a bájait. No. Gyönyörű volt, és a Snowdennek felkínálta, hogy vegye el feleségül, én a Snowden helyébe azonnal elvettem volna, tehát nekem ott volt gyanús ez a pali, hogy nem volt hajlandó azonnal igen mondani, ettől kezdve hát ugye a Manningről kiderült, hogy homoszexuális, a Snowden nem beszél a világ egyik legjobb nőjét, tehát nagyon nagy baj van, vagy az én értékítéletem kezd romlani, és a szemem romlik, vagy pedig baromi baj van ebben a világban. Gyuri, ha már egy ilyen szakavatott emberre beszélünk, akkor használjam ki az alkalmat, és hagyd kérdezzelek meg a kanadai védelmi miniszter állításáról, aki előrukult azzal, hogy az amerikai kormány és mindenféle nemzetközi kormányok tudnak már arról, hogy földön kívüliek vannak közöttünk, sőt az amerikai védelmi rendszer már beépítette ezt a soraiba. Tudsz erről a megnyilatkozásról, illetve mi a véleményed róla? Hamisítvány, ez végigjárta a világot, nincs olyan kanadai védelmi miniszter, aki ilyen csacsiságot mond. Azt el tudom képzelni, hogy a kanadai hadseregben van egy őrmester, akinek a szellemi képessége azon a szinten áll, hogy egy védelmi miniszter, ráadásul Észak-Amerikában óriási terület, óriási fontosság, szembe oroszokkal, ilyen nem létezik, de ez végigjárta a világot, és néhány napig ténylegesen minden is slágerírót, de hogy jegyezzem meg, és ez ne jöjjön le adásba, hogy szerintem ti vagytok ott hárman, én itt egyedül az négy, tehát négyünk közül legalább három földön kívüli, de nem mondjuk meg, hogy ki az egyetlen, aki nem az. Gyuri, most a Feri nevében is beszélek, eddig csak tiszteltünk, de most már szeretünk. Imádunk. Jó. Ha lehetne, ha a Chapman-t hívjátok meg a stúdióba. Jó. Megkérdezhetem a Chemtrailről? Szeretnélek egy másik összeesküvés elméletről a Chemtrailről megkérdezni. Jó, de most mi szerint alumínium részecskéket szórnak a fejünkre. Erről hallottál? Még egy pofonbarról is? Én rendszeresen mosok hajat, és a rám dobott alumínium részecskék elmennek, de egy olyan világban élek, ahol az emberek döntő része nem tudja megmagyarázni, hogy mi történik, ezért állandóan különböző elméletek jönnek elő. Ha valakiben van humorérzék, akkor ezt tudja kezelni, ha nincs, akkor vége van. Én is naponta olvasok elképesztő dolgokat, kb. 30-40 e-mailt kapok naponta, hogy a föld holnap megsemmisül, és a többi. Ezeket helyén kell kezelni, én minden esetre most abból indulok ki, hogy holnapig élek, és ahogy leteszük a telefont, itt van nálam egy gyönyörű szép hölgy, és vele nyugodtan tudok beszélgetni. Hát akkor ehhez kívánunk neked jó egészséget. Gyuri, nagyon szépen köszönjük, vigyázz magadra. Köszönjük szépen, Nógrádi Györgyel biztonságpolitikai szakértővel beszélgettünk. Valaki azt írja, ez nem a Gyuri hangja, amerikai akcentusa van. Jaj, Anna, ezt majd vedd már ki, amit a kanadai védelmi miniszterről mondott, jó? Csak hogy nem akartam összezavarni, hogy egy látható dokumentum van az interneten arról, ahogy ő beszél és felszólal a kanadai parlamentben. Azért az hamisítványnak titulálni, hát na mindegy. Neked pont az ellenközeit tudom mondani, mint a Gyurinak. Szerettelek. Szeretünk még azért. Ja, Istenem, hát és mit csináljuk ezzel? Na jó, van, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Halló, halló, sziasztok! Hello, Zsolt! Sziasztok! Szia! Zsolt, útközben valahol vagy dolgozol? Igen, dolgozom, busz vagyok éppen. A busz, te már miért? Távolsági vagy BKV? Helyi járaton vagyok, Veszprémben. Veszprémben. Ajjaj. És nem lesz ebből bajod, hogy te útközben telefonálsz? Nem, headsetem vagyok, úgyhogy ez teljesen szabályos. Ja, hogy van ilyen headseted, ilyen kihangosító. Hát. És sok utas ül mögötted? Nem, vannak egy páron. De csak nyugdíjasok, úgyhogy... De mi, mintha ők nem lennének emberek? Ja. Csak nyugdíjasok, nekik tök mindegy, úgyis alszanak, hisz alacsony a vérnyomásuk, és már süketek is. Minden reggel itt üldögélnek. Hát ezt most miért mondod így róluk, nem szegények? Nem bátanak senkit, akinek. Szeretem őket, mindenkit szeretek. Hát persze, hát kell őket szeretni, csak úgy mondod, de csak nyugdíjasok, mintha már nekik mindegy lenne. Na Zsolt, figyelj, akkor milyenek a kérdések, Jani? Vihető, az első kettő vihető, de szerintem a harmadik is akár mehet. Figyelj, nem tudsz a segítséget kérni? Hát hívd oda, aki ott az elsősorban áldogál vagy ül, ha esetleg bajban vagy, nyugodtan legyen ez egy ilyen interaktív játék, jó? El sikem majd kérek külön segítséget, ordibálok itt neki.
használhatod ilyenkor azt a kis milyen mikrofonodat, hogy beszólsz, hogy bocsánat, elnézést, kedves utasaink, a Class FM Morning Show-jában vagyok játékban, tudna valaki segíteni? Ezt megteheted elvileg? Szerintem megtehetném, de úgyse hallják. De legyél már, persze, mert hogy minden idő süket, mi? De ne csináld már. Na figyelj, ha nem megy, akkor kérje már segítséget mikrofonon keresztül, jó? Jó, akkor kérni fogok, megígérem. Na figyelj, így szól az első kérdés, dedikált Egér Alátétér. Melyik hormon hiánya okozza a cukorbetegséget? Hát itt van a buszon egy pár darab, szerintem az inzulin. Figyelj, neked valami nagyon fura frusztrációd van az itt. Nagyon jó. Ez a reggel nagyon szürreális, több szempontból is. Nagyon jó. Ne bántsuk már őket, hát szeretjük nem, őket. Nem bántás, ez így van. Tisztelni kell őket, idősek, sokat éltek, nagy tapasztalattal rendelkeznek, nem szabad őket bántani. Mehetünk tovább? Persze, megpróbáljuk. Jó, ha nem tudod, ne mondd rá, kérd segítséget, mert azt meghallgatnám, hogy beszólsz az utastérbe, jó? Én is. Jó. Így szól a második kérdés. Milyen hangrendszer látható, ja milyen hangszer látható a Magyar Posta logójában? Ne mondd el semmit, inkább szólj be, jó? Na, akkor... Elmentem el a post előtt, de nem láttam. Használd a mikrofont, kedves utasaink, játékban vagy, mondd el nekik, hogy mi történik, tényleg. Szerintem nem hiszem, hogy díjazták meg a főnökség, ha van valami ismerős a buszban. Ja, az nem, ha főnökség, akkor azt nem akarom, nehogy kirúgjanak, persze. De akkor szólj hátra szólhatsz. Na nem, lehet, ezek mesterülnek, félnek tőlem. Hát azt nem csodálom, hogy bezézd róluk. Igen, amilyen barátságos vagy velük. Na mondj valamit akkor, milyen hangszer lehet? Magyar Posta logójá. Aha. Na. Ó, még segítséget. Mondj valamit, mert lejár az idő, akkor valamit mondj rá. Mondj egy bök, egy hang. Hegedű. Persze, hegedű. Kürt, postakürt. Egy postakürt. Postakürt. A nyugdíjasok tudták volna, tudod? Bizony. Biztos, igen. Mert ő nagyon várja a postást. Mi történik most a buszon? Hát most fog felszállni egy postás, és látom rajta kürtet. Többiek meg szállnak lefele. Öregük lett belőled, mi? Igen, megmondták. Na jó. Hát köszönjük szépen, Zsolt. Hát én köszönöm. Jó utat. Köszi. Hello, ciao. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Ha valaki megy Moszkvába, ma repül, és be tud vállalni egy plusz csomagot, írjon nekünk SMS-t. Vonat nem jó. Hát azért azt, nem tudom mennyire van Moszkva, 1008, 1006, 2000. 2-3 nap alatt most. Nem. Még kóbász van benne, meg nem. Ennek ma legkésőbb holnap reggel Moszkvában kell lennie. Csak egy pendrive van benne. semmi más. Jó, ha valaki megy Moszkvába, segítsen nekünk. 555-55-00, ez a telefonszám, nem tudom miért mondtam. Semmetyevóre, jeligére. Van ma egyáltalán repülő Moszkvába? Biztos van. Hogy van meg. Biztos, hogy rengeteg hallgatók megy ma Moszkvába. Egy valaki írjon. Kap egy csomagot, vigye ki. Jó? 2 perc, pontosan 9 óra, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi. 9 óra múlt 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Sziasztok, jó reggelt. Mérnek a rendéverőrei a 9. kerületben az Illatos út előtt az aszfalt gyárnál. Ezt Attila küldte nekünk. Aztán van egy trafing az M7-es 142-es kilométerénél Nagykanizsa irányában. És trafi az M3-as végén az Őri lehajtónál szintén. Valamint van egy balesetünk Sopron és Balf között, egy autó felborulva az árokban. Óvatosan vezessetek, üzeni Ildi. És az 53-as főúton, egy fehér Skoda Fábiából szintén van Trafipax. Nagykanizsa felé a 180-as kilométernél kamion és személyautó út között, ott még mindig félpályás útzár van, és az M6-os 42-es kilométerénél szintén fotóznak Pécs irányába. Na, ezek a legfrissebbek. Találtam már? Fú, a moszkvai csomag vivőt. Jelentkeznek már néhányan, igen. Uh-huh. Jelentkeznek már néhányan. Valaki azt írja, hogy a csomagot elviszem a moszkvai repjegy áráért oda-vissza. Meg, hogy a dzsuzsáknak akarok-e hajlakot küldeni, valaki azt kérdezi. De sokan írnak, igen. Holnap megyek Moszkvába egy reggeli fapadossal, írja valaki. Az majd ma kell. Hello, én megyek Moszkvába, a reptére ki tudod hozni, és jönnek érte, akkor elviszem. Írja egy hallgató. Ez nem rossz. Igen. De mi ez, Tori? Azt tényleg nem mondhatom. Valaki rád telefonált tegnap este? Hogy? Halló, Tavaris. Igen, Tavaris Balázs. Dragi Wunderschön. Igen, ha nem küldöd el azt a csomagot Moszkvába. Elvinni táska. Domegyadovo, utána pedig Spartak Moszkva.
Gina Momoszkva meccs előtt találkozni, különben édesanyját hajászál a görbül. Az a durva, hogy az utolsó mondat az benne volt, úgyhogy ha ez a csomagban nem ér oda, akkor nagyon nagy baj van. Igor várni Moszkva, mikor jön itt Charlie majom bőrönben. Na, vendégeink vannak itt a stúdióban. Kedveljük, imádjuk, szeretjük őket, és eljöttek hozzánk személyesen, gyerekek. Hát azért ez egy nagy megtiszteltetés, ugye? Voltak már itt többször, reméljük, hogy szeretnek hozzánk jönni. Korda György és Balázs Klári, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt! Hogy ne szeretnénk jönni, hát akkor jönnénk? Hát akkor fölkelnénk korán, ha nem szeretnénk jönni hozzátok. Na, hát imádunk veletek beszélgetni, és olyan régen beszélgettünk már, úgyhogy gondoltuk, hogy meghívunk. Ez egy hányas kelés nektek ilyenkor onnan messziről bebumlizni? Mondjuk, ha Velencéről, akkor 5 órás kelés, hogyha a szállodánkból innen a második kerületből, akkor ez egy 7 órás. Igen, én 7-kor, a Gyuri 7:30-kor. Az menő. Már hogy a szálloda, az jó. Jó. És ott laknak mellettetek mások, és közben nektek is van egy szobátok? Vagy ezt hogy kell elképzelni? Nem, nekünk van ott egy lakásunk. De király. Mert télen azért, ha nem tudunk lemenni Velencére, valahol léteznünk kell. Azt észrevettétek, hogy a Feri is Velencei, és kötőletek nem áll 400 méterre? Találkoztunk, de nem jött el hozzánk. Most volt Klárikától egy kávézásra való meghívás, de amikor visszaköltöztünk. amikor már fölköltöztetek Pestre. Hát akkor Pestre. Tavasszal, vagy nem tudom, mikor jöttök újra, akkor tavasztól bármikor a kávé drága és a süti, amit én köszönjük. Fogok sütni nektek. De egyébként nagyon vicces, mert ott szoktam elúszni a házatok előtt. Úszásnak nevük sétálni fel. Hát jó, a megkér a víz. Azért igen, azt gondolom, hogy a te úszásod az. Nehogy azt mondod, hogy a stégünkre kiszoktál. Nem mertem még föltenni a lábam, gyere. Viszont téged, Gyuri, már láttalak kint kondizni a teraszon. Ki van még egy ilyen kondigép? Gyuribá ott nyomja. Ül, és tekeri, igen. Nézi a vizet. És ti is biztos kiszúrtátok Feri mögött a bálna vadászhajóját. A Ferinek azért nehéz partra menni, mert mindig, ha kimegy a partra, akkor jönnek a gripiszesek, és vizes lepedőt tesznek rá. Úgyhogy ezért baromi nehéz. Na, ilyenek. Hát hallom, hogy te kondizol, tényleg? Hát ez egy nagy dolog. Hát nem kell komolyan menni. Ez egy kicsit mondjuk a hasam izmait próbálom. De minden reggel ráugrik a kondigépre. Gyuri, ne szerintem. Most ajánlottak egy kondigépet, ami azt mondták, hogy nézhetem a televíziót. Na. Közben hason kell rajta feküdni és fölhúzockodni. Jó, azért minden ne higgyél el. Nem? De, nem tudom, hogy lehet, hogy ez jó, de azért minden nem szabad benyalni. Nagyon jó ez a kis hasizompad, de... Te is csinálod? Igen, de olyan izomlázam van utána, szóval ez kőkeményen megdolgozott. És ott hasasztok együtt a nappaliban? Az nagyon helyes lehet. Nem, egyszerre nem tudjuk, csak egyenként. Most így hívja a Balázs. Hasonlát. Na, de hát gondolom kell a kondi, mert ugye zajlik ez a nagy turné sorozat, ugye? Igen, ehhez kell. Kell. És túl vagyunk az első 8-on. Az igen. Most azért mondjuk el, hogy ezt tudjátok, miről szól? 55 éve a pályán. Igen. Már a Gyuri. Hát nem lehet. De nem látszik, mi? Ez nem. Ez abszolút nem. És ennek egy ilyen jubileumi, igen, nem azt mondom, hogy ez az, egy ilyen... Azt mondják, hogy életmű koncert az a neve, de nem fedi a valóságot, mert életmű koncert akkor van, amikor az ember egy kerek életművet már úgy érzi, hogy befejezett. Hát, ez nem hangzik túl jól ez az életmű, ez kicsit ilyen elfekvős, nem? Tehát lemondós. Ez a jó. Ez ilyen lemondós, ezt nem szabad így hívni, mert ez olyan sugallja, hogy ez az utolsó vége, és aztán soha többet senki nem lép fel a színpadra. Az az érzés, szóval a végén úgy csinálni, hogy van egy dalunk, hogy a time to say goodbye, búcsú szépen el, és mondom, hölgyeim és uraim, hármóra is most búcsúzunk, és letargikus csönd, azt mondom, nem végleg, csak a most. Mai estén. 3 órás ez a koncert. Igen. Hogy bírjátok az fizikailag? Hát az egy menő rockstároknak is kimerítő. Nem csak mi vagyunk, van egy szünet. Ja, tényleg már fél táv, nem van egy szünet, és egy nagyszerű vendégcsapatunk van, az Express együttes Solymos Tóni vezetésével, aki 25 éve nem játszottak együtt, és most az ő nagy slágerek, a harmonikás, ó, egy kis csók, hull az elsárgult levél. Most hát Jani erre lassúzott az esküvőjén, úgyhogy ő ezt ismeri. Aranyos, erre ezeket ő ismeri egyébként. És mekkora a szünet? 10-12 órán? Nem, 25 perc, aztán 25
gondolsz. A kicsi milyen szemét, mi? Hasazok. Hát azért, ami nagy dolog ebben, hogy a mai világban 19 sportcsarnokot bevállalni, én amikor a Gyurival erről beszélgettünk, azt mondom, Gyuri, halálugrás, és nem is gondoltunk bele. Nem gondoltam bele. Akkor jutott el, mikor elkezdtük előtt egy héttel, jutott el az ezzel, hogy te hülye, Korda, mit vállaltál? Igen, nagyon. 20 sportcsarnokot? Igen, ezt nem mondták az elején. Az, hogy megtelik, ez egy egyik kérdés, az is egy szörnyű kérdés. A másik pedig az, hogy fogom ezt végig csinálni. Tudnék, 24 dalt énekelek. Az nem nagyon kemény. Az nem nyugis. Van úgy, hogy lementek kicsit beszélgetni, vagy a Gyuri lemelte, van olyan, hogy közben énekelsz. A második dal után már behívom. Hát persze, megoszlik a munka. Nekem kell a segítség. Olyan nincs, hogy rutinból hazaindul Gyuri Velencére, és akkor után. Nem, még van 12 dal. Nem. Tehát azért dicsekedjünk el vele, hogy ezek a sportcsarnokok telt házasak. Ez egy nagyon nagy dolog, ha valakinek egyszer sikerül megtölteni. Igen. És nem csak az, hanem az egész végig a koncert során egy ünnep. És a végén az, hogy sportcsarnokokban fölállnak az emberek. Azért... Igen, az utolsó dalnál állom. Ülve hazamenni. Esküszöm neked, Klárika, miért jöttünk gondoskodnak velünk? Hasazunk, ülve legyünk. Köszönöm. Aranyosak, én szoktam őket hallgatni. Jó a buli. Jó a buli, de kicsit kirázott ma reggel, a fogorvos nem engedni. A fogorvos, igen. Hát az egy érzékeny téma volt reggel, imádták, igen. Kinek milyen fogorvos, meg mit csinál, meg hogy csinálja. Azt gondolom, mosni kell kicsikortól, aztán nincs annyi baj. Igen, ez egyébként. Látod, mondhatok egy intimitás? Ha egymásról, akkor meg pláne. Nekem egy fogam sincs, és 32 fogam van. Tessék, de ez nem protézis. Fejtsd meg! Egy fogad sincs, és 32 fogad van. És nem olyan, hogy este kiteszed. És nem protézis. Na, ezt nem tudom. Tényleg? Egy fogam van. Miért nem hallottál még implantálás? Ja! Neves egy picit? Istenem, megvakultam. Istenem. Figyeljetek, ennyi ideje a pályán. Azért azt nem mondjátok, hogy rengeteg időt töltötök együtt, de tényleg, tehát együtt jöttök, mentek, nyaraltok, pihentek. Van olyan, hogy azért egy kicsit összezördültök? Nyilván van olyan, hogy valaki kicsit durci, és mondjuk egy nap. Mi a leghosszabb? Mi a leghosszabb mosolyszünet ilyenkor? Mondjuk a ma reggel után. Három perc? Negyed óra. A Gyuri nem negyed óra. Nem a hasazásom. De ilyen picsiség, hogy hol vagy? Mert mennünk kell, lekésünk, ez a ma reggel engem volt. Engem egy másik csatornától hívtak interjú miatt már 8 órakor, és ez eltartott 8 óra 10 percig, és ebből tűz lett, mert hát a Gyuri már indult volna, de... Hát igen, egy ilyen precíz, pontos, időben odaérő, egy ilyen igazi úri ember vagy, én ezt tudom róla, nem szeretsz késni. Tudom, hogy nem trendi, tehát tényleg nem szeretek. Régi vágású úri ember. A koncertek előtt is ott vagyok másfél órával. Tényleg? Hát nem csak azért, mert ugye beállás. Hangbeállás, stb. Hanem vannak dolgok, amiket ki kell próbálni. És mi az, ami mondjuk Kláriban még így 30-40-50 év után is a hajadéknek áll, mert mondjuk lassan készül, vagy mit tudom én. Maximum. Igen? Ez a maximum. Egyébként 33. Csak 33. 34 most már. Mikor lesz? Jövőre lesz 34. Akkor lesz 34, ha élünk addig, a Gyuri. A 33-as már megvolt. Minden évben vettem a születésnapjára egy-egy tollat. Megvolt mind a 33 tollat? Minden évben kapsz egy tollat? Hát, az mind csak tollat venne. És megvan? Tudod, hogy hol van mind a 33? De imádom a tollat. Igen, elzárja egy fiókba. Még előlem is. De kicsomagolja őket? Néha megnézegetik. Klárika, akarod valamelyiket? Én tőled, Gyuri tollat. Hát tőlem kaptad. És Gyuriban mi az a tulajdonság, ami még így 33 év után is egy pillanatra meg tudsz tőle örülni? Egy pillanat. Gyorsan eszik. Gyorsan eszik? Nagyon gyorsan eszik, és én nem tudok olyan gyorsan enni. És amikor ő már megette, akkor azt mondja, na menjünk már. Mondom, Gyuri, hát én még csak a felét toltam. Hát igazán. És fél, nem azért, neki 4 bátyja volt. Igen. És amikor vacsoráztak, hát nem volt sokszor vacsorájuk, de amikor vacsoráztak, akkor gyorsan kellett megenni, mert különben a bátyja elfordultam, és a tányérom már üres volt. És kivitte. Hát
te? Hát megetted az előbb. Én... Hát ennyi testvérrel persze. Persze. Ennyi testvérrel a muszáj. Mi van a pókerral? Játszol még? Vagy oda, van még időd egyáltalán? Most, most egy kicsit nincs időm. De játszom is, és hát természetesen közvetítek. Most egy nagyon szerény kis cashgame-et, már készpénzjátékot közvetítek. Épp most az egyik ember olyan, azt hiszem, egy all-in-ra rátett 50 ezer fontot, el is vesztette. Júj. 50 ezer fontot? Igen. Szerény. Font. Az ugye készpénzes játék, ebben oda ülsz, és készpénzzel fölállsz, és aztán az vagy buksz, vagy nem. És ha játszik az ember, érted, akkor... Nem? Akkor ne vicc, ha játszik az ember, nem akkor ne vicceljünk. Akkor 50 ezer. Kirabol egy bankot, és megy játsza. Hát ennyi pénz. Mennyi volt a legtöbb lóvé, amit elbukott a gyűrű? Gyerünk. Az a Mauritiusi kis ügyünk volt. A kis Mauritiusi. Na mi volt de az? Nem pókerbe. Nem pókerbe. Akkor még blackjacket játszottam. Mm-hmm. És tele volt kínaival a kaszinó elnök. Nem volt szabad asztal. Nem volt szabad asztal. Nézd oda, ott egy ember ül, ülök, már is. Nem volt megyek. Gyanús neki. Csak egyetlen egyet nem néztem meg, hogy 500 dollár volt a minimum tét. Mert én 10 dollárosba akartam beülni. Egy perc alatt elveszt. Hát egy fél óra alatt ilyen. Klári mit szólt? Hát az, nem adott többet. Nem szóltam azt, hogy a Klárika van nyerni. Nálad pénz, vissza akarom nyerni. Nálam, Gyuri, egy fillér volt nálam. Egy fillér nincs a hotelben. De ilyenkor te régen ott álltál mellette a kaszinóban, és kibiceltél régen? És igen? Sápadtam meg, hol így, hol azt tudod, vannak azért dolgok. Tehát nem adtam továbbiakra pénzt, azt mondtam neki, hogy ennyi, nyaralni voltunk, szevasz Gyurika, nem eszünk, nem iszunk, holnaptól semmit, menjünk vissza. De volt idő, amikor te is játszottál, vagy beültél, vagy olyan megszeretted régen, a pókert. Akkor nem. Nem. Akkor nem, most már nem, ugye? Mondom, az a blackjack, csak mondom, hogy azóta téged láttalak most azért. Most tavaly Tampában voltunk, Floridában, és ott beültem egy versenyre, negyedik és ott negyedik lett. Az póker volt? Póker volt, egyedül voltam nő. És versenyen jól játszik. Én, igen, én igazán a versenyeket szeretem, a cash game nekem túl heavy, szóval tudod mikor. De most nem lehet, most muszáj nem. Koncentrálni az előttünk lévőre, ugye Békés Csaba jön, Szeged. Pécs. Atyaisten, hány helyszíretek van még? Még 11, és a vége, amire remélem, hogy esetleg eljöttök megnézni minket az decemberbe. Mondhatom, hogy mikor? Nem, de persze. Mikulás után. December 7-én a Szimacsarnok. Ja, az a záró. Az a záró, hát. Volt most egy meglepetés, amivel kedveskedtél a Gyurinak a színpadon. Az mi volt? Egy toll. A 36. Éppen erre gondoltam, hogy már annyi tollat kapott tőlem, meg a 70. születésnapjára írtam neki egy életrajzi könyvet. Ki is kaptam érte nagyon sok hölgytől, mert azt mondták, ők voltak a nagy-nagy óriási szerelmei, és nem kerültek be a könyvbe. Mondtam, hogy minden pénteken 9 és 13 óra között fogadom az elhagyott szeretőket. De ki a szeretők reklamáltak, hogy miért nem őket nevezted meg, hogy ő volt az a Gyuri első nagy szerelme. Volt a könyv, és azt gondoltam, hogy erre, mivel nagyon szereti a filmeket, és az egyik kedvenc filmje volt egyszer egy Vadnyugat, és a Morricone írt abba a filmbe egy olyan zenét, ami csodálatos, és én ezt földolgoztam, és az egyik előadáson, nem a legelsőn, hanem már a harmadikon, vagy negyediken volt kész az anyag, és akkor elénekeltem neki. Hát voltak könnycseppecskék a szemeskében. Hát én őszintén megmondom, én nem szoktam pakolni a feleségemet. Hát, néha pedig pakolhatnál, Gyuri. Hallod, Gyuri? Néha pakolhatnál egy kicsit. Ne tartsátok magatok meg, én érzekem a stabajnok. De így énekelni, én Isten bizony énekesnőt nem igazán hallottam. Tudnék, ez tehát nincs szövege. Itt a dalt nagyon a hangodra vagy utalva. Tehát a hangot ott, mint egy hangszert használja az ember. És olyan van még, hogy a Gyuri ajánlatokat kap, vagy földobnak egy bugyit a színpadra. Én vagy nem láttam bugyit, de látom. Oda megy egy nő, és az, hogy Gyuri úristen, 40 éve arra várok, hogy veled találkozzak. Van ilyen, amit én vagy egy kis üzenetek? Nem, ilyen ászokat, azt inkább földobnak. Hát néha földobnak egy kis mackó, vagy valami virágot, de bugyit még soha nem dobott. Tényleg? Az előtt időszámításunk hát előtt se. Nem volt soha ilyen, hogy egy bugyi landolt a válladon? Nem volt. Nem kértél meg egy kellékest, hogy dobjon föl egy bugyit? Olyan már volt, le? Ez azért van, mert egyébként a Korda koncerteken egyetlenül sincsen már bugyi.
Most már nyugodtan mehetünk. Mit kezdtél mondani, hogy olyan már volt? Olyan már volt nagyon régen. Na. Annyi idős lehetnem, mint te most. És hát énekeltem szerelmes darainval, és az első sorban bizony ült egy fiatal, hogy így szétett a lábad, és valóban nem volt rajta. Tényleg? És oda csekkoltál? Finoman egy pillanatásig? Nem bírtam levenni a szemet. Mutatott egy brandét, hogy nézzél bele? Belenéztél, Gyuri bácsi, onnan oda nézett? Csekkoltad, amit kell? Sötét volt. Hát akkor hogy láttad, hogy nincs rajta bugyi? Hát te érezte, hogy ott valaminek lennie kell, ami egyébként nem volt. Adjuk ezt. Neked is volt ilyen, hogy az elsősorban egy férfi ült és szétett a lábát? Nekem nem olyan volt, nekem olyan van, hogy följön táncolni. Följönnek táncolni, és hát van, amelyik nagyon... Énekel a Zenga Mexikói Karnevá. Michael Bublé féle földolgozást van, és nagyon jó szó, és hát ugye szépen eltáncítánc, és van olyan, aki nagyon közel akar jönni, és akkor én persze ügyesen ellépkedek el, jön a kezed. Szóval van ilyen, de... Régebben én is táncoltam a hölgyeket, mikor én nekem, oh lady, ilyen, abban van egy ilyen tangó rész, igen. És akkor felkértem egy hölgyet. Melyik a legnagyobb tombolás most? Mire megy a legnagyobb őrület? Mi az, amire beindulnak, fölállnak, tombolnak, pogóznak. Többször fölállnak. Őrület van? Elképesztő, igen. Tényleg nem tudok differenciát tenni. Annyira... Hát nagyon jó, mondjam, a saját számból ez nem jó. Oké. Miket kértek például az öltözőbe? Tehát mi az igény? Vizet és kávé. Ennyi? Igen. Tehát se egy semmi piros kép, se egy mit tudom, mi két doboz kávé. Legyen tiszta az öltöző. Hogy tiszta, ha? Miért nincsenek ilyen kis alűrök? Hát én azért valamit úgy berendelhetnétek, nem? Egy-két víz, meg egy pogácsa, ennyi? Pogácsa nem. Testőrök, valami kíséret, semmi? Sose bánt senki. Nem. Mi nekünk soha nem volt. Nem volt rá szükségünk. Mi a közvetlen találkozást a közönséggel nagyon fontosnak tartjuk. Az, hogy kezet foghatunk, megsimogathatnak nyugodtan. Mind, amikor nagyon náthás, akkor megpuszilgatnak. Megsimogathatnak. Na jó, nem. Az igaz, hogy ti Vegasban összeházasodtatok egy Elvis imitátor előtt? Vagy ez legenda, vagy ezt ti megcsináltátok? De tényleg, hát volt egy ilyen utazós műsorunk a Kordáék a föld körül. És az egyik állomás Vegas. És tényleg az ilyen Elvis imitátor volt. Are you lonesome? Igen. Ezt tolta? Igen. És ti ott álltatok a kárival, és megtörtént. Jó pofa volt. Hát jót röhögtünk. Volt tanunk minden. Szenzációs. Figyelj, ti októberben mindig elutaztatok, és csak tavasszal jöttetek haza, ez már nincs, vagy most már itthon vagytok télen is? Azt gondoltam, hogy ahogy megy az idő fölöttünk, egyre többet pihenhetünk, és ez pontosan fordítva van. Mondtam a Gyurinak, Gyuri, hát ahogy öregszünk, egyre többet dolgozunk, szeretnék pihenni. Hát nincs időnk elutazni. Mert régen egy fél évet azért így kinyestetek így a télből. De tehát az is munka volt azért. Akkor az ausztrál magyarokkal lehet, nem? Ausztráliában, Kanada, Amerika. Szörnyű helyek, persze. Borzasztó. Szörnyű vidék az, igen. Lári, mindjárt mit mondasz, itt rögtön belét kötnek. Dehogy is, ez imádul. Hát azért hívtunk benneteket, mert imádunk. Gyuri, hatalmas énekes vagy, ezt mindenki tudja, de hogy neked volt valaha egy olyan iszonyat nagy példaképed, vagy egy olyan külföldi énekes, vagy esetleg magyar, akire így felnéztél volna? Mert én erről soha nem olvastam. Magyar nem volt, mert az a fajta éneklés, amit én elkezdtem, és amit most csinálok életemen keresztül, az a fajta itt nem volt. Tehát a hanggal való... Belcanto. De voltak az olaszok között volt sok példaképem, és aztán hát én a legnagyobbnak tartottam eddig Tom Jones-ot, aki ugyancsak idősebb korában is nagyon jó. De érdekes például Engelbert Humperdinck-et láttuk Las Vegasba. Egész más, mint a Tom Jones. Fél óra után azt mondta, elnézést kérek, hölgyeim is, hogy borzasztó volt. De nem bírok tovább énekelni. És lement a színpadról. És volt valami pótprodukció, vagy bejött valaki? Semmi. Voltak nézők, akik mentek vissza, kérték. Nekem ez olyan drámai volt, és nem is értettem, mert miért nem csináltak. Miért van szüksége? Ekkora énekesnek, hát nyugodtan lehet egy totál
verziója is. Hát, hogyha baj van... biztos visszakérte volna egy árat, nem? Te ott álltál volna sorba, hogy hát, az maga első kép. Izgalmas, ahogy ő engedett a Hampering koncerten van. Igen, hogy már az Jani nem nagyon járt külföldre, róla tudni kell, hogy ő nem nagyon járt külföldre. Nem nagyon. De milyen igazad van? Egyébként, tudod, minél többet repülünk, annál jobban. Félek. Egyébként azért nem megyünk most annyit külföldre, mert nem bírom ezeket a repülőt, egy torturákat. Hát azt megérti. Meg nyilván Klárikának az emlékei között még élénken él Mauritius. Nem akarja, hogy kaszinóba köszönnek. Meg lehet csinálni itt Európában is valahol, Bécsig kell elszaladni. Azt nem mondod, amennyit nyertem már? Dehogy is, Gyuri, és hogyha az adóhivatal hallgatja. Hány de, pluszban van? Tehát mondhatni, hogy sok év alatt pluszban van. Hát egyszer volt egy ilyen csacska gondolata ezzel a Mauritiusszal, de egyébként... Na jó van, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Imádunk, szeretünk benneteket, és nézzük. Teket, és köszönjük szépen, hogy a mai napra jó kedvünk lesz. Örülök, köszönjük szépen. Köszönjük, Balázs Klári Korda Győr volt a vendégünk. 9:30 múlt pontosan, 3 perccel mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show. 3:40 lesz pontosan, 5 perc múlva. Tudjátok, miért terjedt el itthon a póker? Mert nem tudták kordában tartani. Jaj, a legjobb énekes Korda Gyuri bácsi, mikor megszólal a lányokon, nedves lesz a bugyi, írja valaki. Szia Balázs, szia Klári, szia Balázs. Szia Balázs, szia Klári, szia Balázs. A legnagyobb arcok, imádom őket, írja Szilárd. Király 9 Gyuri bácsi, all in, az így van. Király 9, Edzából már szinte all in, igen. Király 9 Gyuri bácsi nagyon szereti. Egyébként tényleg nem, most már elmentek, aztán pláne nem kell neki puncsolni, de hogy én imádom a hangját. Tehát hihetetlen nagy énekes. Hihetetlen, mind a mai napig. Én azt szeretem, amikor beszél. Ja, azt jobban szeretem. Egyébként torka van, persze. Egy nagyon jó énekes egyébként. Hogy kérdeztetek, hogy a klubkoncertjük az nem fog átterjedni Moszkvára, esetleg nincsen egy moszkvai helyszínük, mert hogyha ma esetleg... hogy mondod ezt a Moszkvát. Van már fuvar? Már fuvar jelentkezők vannak, de még nincs egyértelmű ajánlat. Picit aggódok Juli néniért. A bőrünkben kap-e még levegőt? Ha valaki ma megy Moszkvába és el tud vinni egy csomagot, írjon SMS-t. De csak az, aki komolyan el tudja vinni, nem a Szélkámán, meg Moszkva, meg tehát nem ilyen összefüggésen, az igazi Moszkvába. Jó? Egy csomagot ki kell jutatnom ma Moszkvába. Nagyon fontos. Nem mondhatok többet. Jó? Ha valaki ma megy és bevállal egy pluszcsomagot, kifizetjük, értem ennek, tehát minden megvan. De nem. Legális a cucc. Legális, abszolút. Semmi. Nem, nyilván nem kábítószert akarok átcsempészni, vagy fegyvert, vagy nem tudom mit. Nem, semmi. Szerves? Nincs benne szerves. Mi van benne? Tehát fegyver. A Wunderschön és szuper szexi pilot anya? Hát, ha megveszik. szeretném külföldön értékesíteni. Nagyon jókat mond, nem? Jó vele beszélni. Kedveljük. Hát, hogyha nem szakítja meg a vonalat valami titkos szolgálat, de azért tényleg itt volt velünk, jó. Igen, ebben az anyagban ugye nem volt benne, hogy hirtelen megszakadt a vonal, mert 10 percig nem vette föl, és aztán újra tudtunk vele beszélni. Közben nagyon sokan írták, hogy a Kossuthon nyilatkozott éppen. Akkor viszont hát viszonylag radikális módon lépett ki akkor tőlünk egy hirtelen megszakadással, de 10 perc múlva legalább elérhető volt. Gyuri bácsi, ne jobb vágja ezeket. Melyik? Ne, ugye melyik? 52-es főút Kecskemét és Solt, 11-12-es kilométer között van egy trafi, ez ebben a pillanatban jött. Andi küldte nekünk, köszönjük szépen. És az M7-es, 42-es, 48-as kilométerénél két helyen elbújva szintén most készülnek fotózni. Keszthelyen is beköszöntött a tél, nagyon hideg van, ezt Árgyi küldte nekünk, és az M5-ös 107-es kilométerénél Pest felé szintén lavina van, ez pedig Mafi írta. Na, hívjuk akkor őt, a nap hallgatóját. Elfáradtam. Picit pihenj. Ledősz. Most fogja felvenni? De hogy el, ami most jön? Vagy nem? Most. Aha. De hogy mondod, hogy amikor? De most ezt nem, mert ezt átbeszélted majd most. Tehát nem ezt, ami most nem megy. Ez, nem, ami nem, ami volt, hanem... Ő volt az, aki azt írta. Egyébként Feri könnyen beszél a fogászati kezelésektől, ő mindig alfában megy oda. Jött az SMS, szerettük, nagyon sok szellemes SMS-t kaptunk, de ezt választottuk végül. Jól van, Csabi még mindig nincs, őt te keresétek, viszont van helyette Garabi Gábor.
Mindig itt van, de amikor megszólás van, akkor meg nem jön be. Majd talán előkerül. Viszont beszéltük már róla, hogy volt nekünk egy nagyon jó fotópályázatunk, ezt nem győzzük eleget hangsúlyozni, marha jó sikerült, így ébredtek ti, ez volt a fedő neve, beküldtetek nekünk egy rakás olyan képet, ami a reggeli ébredéseteket ábrázolja. Az első helyezetnek 50 ezer forint készpénzt plusz ajándékcsomagot ajánlottunk föl, amit természetesen meg is fog kapni. Az első helyezet pedig az lesz, akinek a legtöbb lájkot kapja a fotója. Jelenleg már marha jó képek vannak fönn, többet már nem kell beküldeni, viszont buzdítsátok arra, kedves pályázók, az ismerősöket, barátokat, szeretteiteket, hogy lájkolják a képeket. Itt mutatom a srácoknak, hogy ez egyik kép, ami a legtöbb lájkot kapta. Nagyon kellemes, megindítja az embernek a fantáziáját egyébként. Az a croissant, a pálma, az a világ, az asztalon. Egy hölgy látszik rajta köntösben. Köntösben, nagyon kellemes a látvány, de sok ilyen van. Még fönt, viccesek is, kevésbé viccesek is, állatkák is, gyerekek is, hölgyek, urak, nagyon-nagyon jók, úgyhogy lájkoljatok, és akkor a jövő héten hétfőn ki fogjuk hirdetni, hogy ki kapja meg azt az 50 ezer forintnyi készpénzt. Így van, ez a morningshow.hu, ugye. Jó, na mi van? Mondasz egy mondatot? Másik, világít. Jó van, jó van, jó van. Csak 20 éves nem televízió. Gábor, hoztam egy vadonatúj huligánz dalt, egyébként ennek azért van aktualitása, mert azt Ferenc már tudja, nem tudom, ezt szabad elmondani, vagy ez még persze családi titok? Na, már elmondtam a srácoknak, hogy... Nekem ez óriási dolog az életemben. A kis Tibit kirúgták is, te vagy az új gitár. Ne, hogy nem állok ki a zenekar. Hát az arénában fogunk muzsikálni, képzeljétek. Csak a mi kedvünkért megtöltik az arénát, és lesz valami zenekar is, majd játszik utánunk a Best. Hát képzeljétek, a Rákóczi egy egész arénában fog gitározni, ennyi, velem együtt. Na most az hírem van, hogy nem aréna, hanem ízi szimacsarnok, azt hiszem. Na, de az mindegy. Akkor már nem vállaljuk. Akkor már nem megyünk. Mert tök jó. Nem tudom pontosan, hol lesz, de valamelyik a kettő. Remélem, hogy jó hangosak leszünk majd mi. Az biztos, az rajtunk okay mindig segít. Ja, és akkor utánatok jön levezetésnek a huligán. Igen, igen. Utózenekar, mások előzenekar, és meg mi utó. Nem lesz könnyű dolgu. Az menő. Na jó, a remek. Nagyon. Kérdezem meg a remek zenéket. Na, csak a Csabi, és csak már remek szerűen. Ez az, igen, ő, szerintem ő levédette ezt a kifejezést, nem? De hogy jó dalok lesznek most is? Persze, egyébként tényleg hoztam egy csomó újdonságot, amit én nagyon szeretek. Remélem, hogy ti is fogjátok hallgatni. Mindig, ha te vagy. Figyeljetek, mitől vagytok ilyen fáradtak? Ma ez egy hosszú nap volt, vagy nem minden egyforma? Nem, hát egyrészt elég sűrű volt, meg ilyenkor már ugye mi így fűzünk le, és adjuk át annak, aki jön, Csabi bejön, hoz egy kis sztorit, futott, evett, edzett, ezek. Ja, sporton én is járok. Na, mit csinálsz? Tegnap futottam 10 kilométert, de hát ez nem egy olyan extra dolog, hát neked. Nem, hát igazad van. Na, hát most, ha itt balra nézek, akkor de ti ketten soha életetekben nem futottatok? De. Csak én nem olyan sokat. Szerek engem a futás, ez egy jó tenisz, vagy ez squash, jobban szórakoztat, de nem, nincs baj a futással. Azért az ember mozogjon valami, tök mindegy, hogy mit csinál szerintem. Világos. De nincsen ez a gond, de ne aggódjál. Neked mi jutott eszedbe? Most mit tölgsz? Semmi, láttam egy ilyen, nem érdekes. Tényleg így van. És te ilyen sokat futsz? Tényleg? Ez nem olyan sok. Hát most szerinted ez sok. Ez viszonyítás kérdés. Ez azért, aki nem fut. 3-4 alkalom maximum. Korrekt. Az korrekt, azért 10 kilométer. És nem sok, mondjuk 3 éve körülbelül, tehát nem olyan régen. Kölyökkoromban nyilván aktívan sportoltam, de aztán évek voltak, amiket kihagytam. Hát, na jó, nincs ebbe több. Ennyi munka. Ebbe tényleg nincs több. 4 perc, pontosan 10 óra, Garabi Gábor jön a kíválság műsorra, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao.